is kinek az ágy, ha már a csap felett hamszik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehet már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan kész van. Klassz FM Morning Show, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ugye hát köztudott, hogy a bohóc fóbiámat még mindig nem tudtam gyógyítani. Jaj. De hogy van az, hogy egy brit város lakóit egy bohóc tartja rettegésben, ezt az Ákosnál is hallottam, hogy váratlan időpontokban, váratlan helyeken bukkan fel, és ijeszgeti a járókelőket. De most te komolyan mondod, te megijednél egy bohóctól? Tehát hát, este 10 órakor jön egy bohóc, tehát megijedsz tőle? De ha kiugdik eléd, este 10 órakor mész haza, kiugdik, és... Hát akkor kiugrasz nekem egy komondor jelmező, attól is megijednek, tehát akkor meg miért öltözik pont bohócnak? És ijeszgeti a járókelőket, próbálják elkapni, mert attól félnek, hogy valaki szívrohamot kap. Van, aki egyébként ugyanebben az angol kisvárosban szuperhős ruhát öltött, és próbálja elkapni a bohócot. Hogy azért ott is fertőzött dolog. Hogy azért ott is masszívan szívja. És ne felejtsük el, hogy Supermannek is vannak ellenségei. Senkinek. Nem mindenki bírja őt sem. Neki is megvannak a természetes ellenségei a képregények világából. Akkor ő is megjelenne, de természetesen neki is vannak ellenségei. És a végén az egész brit kisváros már ilyen szuperhősök forgataga lenne. Mindenki üldözne mindenkit. Mindenki ijesztegetne mindenkit. De na ő például mit csinál? Ő se százas azért, nem? Tehát ő semmivel se jobb, mint hogy óvodába menne be, vagy nem, nem tudom melyik a jobb. De hogy ott máshogy csinálják. Tehát itt elmegy egy nő óvodába, próbál elvinni gyereket, ott meg bohóc ruhában ijeszgetik a lakosokat. Ő valószínűleg ugyanúgy van a bohócokkal, mint te. Tehát, hogy gyűlöli őket, és ez a bosszú. Érted? Hogy ő maga beöltözik bohóc ruhába, és úgy ijesztget. És így a kisváros bohóc számait ezzel már megcsekkelt. Hát bizony, bizony. Illetve hát van egyébként egy klasszikus Stephen King novella, az az. És ebből a film változat is készült, na annak a bohóc figurájával lehet ijesztgetni. Na jó, igen, de azért ez egy vérbohóc. Igen. egy vérbohóc, igen. Egyébként megnéztem, hogy van már ilyen, hogy bohóc fóbia. Tehát ez egy létező pszichológiai dolog, hogy valakinek bohóc fóbiája van. És gyerekeknél is előfordul, és felnőtteknél is előfordul, és azt írják a pszichológusok, hogyha neked bohóc fóbiád van, akkor ez valami gyerekkori traumatikus élmény, amit te valószínűleg bohóccal éltél át. És ez egy létező dolog. És rólad nevezték el legalább? Nem, de hogy megnyugodtam, hogy nekem ez gyógyítható. Hogy rányítottál fatera véletlenül, és megláttad a bohóc? De lehet, hogy az volt, hogy azt mondta, hogy kisfiam, elmegyek zuhanyozni, és én egy tíz éven keresztül csak azt mondom, hogy bohócból. Gyere már ki, kis bohóc. Hol vagy te, kis bohóc? Gyere már ki, az anyád, úristen, de régen láttalak. Hát hol vagy te már? Itt a bohóc. Egy fordított. Itt kinn a bohóc, benne a bohóc. Persze. Ez lehet egyébként, hogy valami ilyen trauma van. Tehát gyermekkorban szokatlan és ijesztő, ugye, egyébként egy kutatás bebizonyítja, hogy gyerekek 80%-a fél a bohóctól is utálja őket. Ijesztő, fura, nem megszokott, nem tudott hova tenni, és kicsit se vicces. És ha ott valami nagyon traumatikus élmény ér, akkor ez később felnőtt korban egyébként bohócfóbia lehet, és ebből alakul ki az, hogy bármikor, ha látok egyet, verekedni akarok. És ez fenn van a listámon, hogy egyszer én még egyszer nyilvános helyen összeverekedek egy bohóccal. De biztos, hogy el kéne menned már egy ilyen regressziós hipnózisra, hogy az a múltbéli nagyon kellemetlen élmény egy bohóccal, amikor valószínűleg az lehetett, hogy elmentetek, és akkor nem tudod mind a kettőtök fölülni a bohócnak a térdére, és csak a Tamás ült föl, te nem. Csak a tesód ült fel, és aha, akkor te ezt végignézted, nagyon rosszul esett, nagyon fájt, és azóta gyűlölöd a bohócot. Ráadnézed, és kettőtök közül tehát van még legyen mondjuk a kisebbik fejű. És még elbírom. Igen, legyen a kevésbé gnóm. Az a fiú nagyon fura. Nagy a feje, össze-vissza beszél, igen. És vattacukor lóg az órából. És a bátya érezte magát, nagyon szerette, kapott tőle vattacukrot, kapott tőle lufit, te nem kaptál tőle semmit. És hancúrozott a bohóccal, felhőtlenül nevetett, a bohóc csikiszte, pajkosan nevetgélt. Én meg ott álltam, egy pici fika lógott. Így az orromon, a tesóm kinőtt ruhájában, mert hogy mindig kinőtt ruhát kaptam, áldogáltam ott, néztem, hogy ő játszik a bohóccal, és ez a fajta frusztráció, ez kék, felnőtt velem. És a kék kis pantallódnak a slitz részére megjelent egy nedves folt, ami egyre nagyobb lett. Te, hogy be is pisültem? Így van. És
és az ő csilingelő nevetéseket hallod mindig. Lában, ahogy ők jól érzik egymással. Az arcodat megpaskolta, és azt mondta, hogy majd legközelebb te jössz. De most fúj ki az soha nem volt legközelebb. Igen, de most itt van egy kis, itt van egy zsebkendő, te hülye kis pisi. Igen, és még segbe is rúgott. És tényleg soha nem volt legközelebb. Meséltem ugye, hogy egyszer egy ilyen regressziós hipnózisban kiderült, hogy egy pali miért fél a vörös nőktől. És bármikor összejött egy vörös nővel, impotens volt, nem tudta kielégíteni, és elment egy regressziós hipnózis, és kiderült, hogy ő 3 évesen ült a bilin. Ült a bilin, és jött egy vörös csau-csau. És... Na jó, érdekes álló kapcsolás. Nem, ült a bilin, 3 éves volt, ült a bilin, regressziós hipnózisban derült ki. És jött a csau-csau, és annyira megijedt a kutyától, és annyira nagy volt, ő ugye lent volt, ült, a kutya olyan nagy volt, szőrös-vörös, hogy bepisilt, jó helyen történt, mert a bilin, de ez elraktározódott a tudatalattiában, és bármikor ő később összejött egy vörös nővel, soha nem tudott teljesíteni az ágyban, impotencia tüneteit mutatta, és nem tudta megfejteni, hogy miért. És a felesége is vörös volt. És a regressziós hipnózissal megcsinálták, és kiderült, hogy a kutyától ilyet meg 3 évesen. Tehát lehet, hogy én ültem a bilin 3 évesen? Egyébként is rányított egy bohóc? Vagy anyám meg akart lepni, felvett egy bohóc ruhát, én ültem a bilin, és ő meglepett, és megérkezett bohóc ruhában, ez lehet? Simán lehet. És hogy tök kellemetlenül érezted magad, mert hogy benn voltál, végezted a dolgodat a saját kis privát szférádban, nem számítottál rá, hogy megjelenik valaki, lehet, hogy olvasta éppen egy ízét, egy placid és múzót, vagy egy, hogy nem, irakot, és egy korakot, vagy egy kockást, érted? És bejött, és abban a pillanatban irgalmatlanul megijedtél. Vagy ekkor látta meg apa bohóc. Ez is lehet egyébként. Vagy az is lehet egyébként, hogy rányítottam anyámékra, ahol apám bohóc jelmezben éppen valami nagyon fura dolgot csinált anyámmal, ez lehet? Hát igen. Ez is. Levette az órát hozzám, nem tudom. Levette az órát hozzám, és azt mondta, hogy mennyi nem büdös kölök. Vagy nem lehet, hogy rajta kapott egy olyan pillanatban, amikor éppen rádöbbentél arra, hogy férfi vagy. Amikor te is a kis csipisz. Mi csipisz? Egy váng volt már. Igen. Akkor is a pelenkában. Feladom a garbót, leveszem a garbót. Feladom a garbót, leveszem a garbót. Itt a Vermax is, akkor a Vermax is. Itt a Vermax. Meglepetés! Jaj! Ki ma a szülinapos? És apám jött bohóc ruhában? Nem öltöztettem csipiszt, nem öltöztettem csipiszt. Te láttuk ám, öltöztettem csipiszt. Igen, gyerek itt, az egész társaság, mindenki bohóc jelmezben van. Hát valószínűleg el kell mennem egy ilyen regressziós hipnózisra. És bevakuzott a Smenájával. Egy hét múlva ezt előivatjuk az ofot értni. Igen, és ott álltam nagyon fancsaliképpen. Na, akarok 3 mondatot beszélni ezekről a rendőrökről, akik tegnap szenzációs dolgot próbáltak végrehajtani, aztán vicc tárgyai lettek, és ha ezt egy autós csinálja, akkor kiröhögöd. De ha rendőr csinálja, akkor elgondolkozol azon, hogy miért csinál ilyet egy rendőr. Ugye arról van szó, hogy ők meg akarták előzni a Mester utcánál a 4-es-6-os villamost. Kielőzött a hülye, ugye, szegény, de hogy közben jött a másik villamos szembe. És nem zárkózott vissza a villamos mögé, mondta, hogy akkor nem előzők. Azt hitte, hogy befér a két villamos közé. Nem, azt hitte, hogy megkerüli majd a villamos. Vagy megkerüli majd a villamos. Vagy a villamos, tényleg a villamos eltér, vagy kitér, vagy mint a vitorlásoknál jobbra tartsva. És megpróbált egy gyorsan leelőzni a villamost, és visszatérni ugye az ő oldalára, de jött szembe a villamos, nem fér be, és a két villamos találkozott úgy, hogy szendvicsbe rakta a rendőrautót. Menj már le, villamos, nem troli. Igen, vagy, nem kerülj tudom. Már, rendőr vagyok, villogok. Nem villogott, elindult, a két villamos a szendvicsbe rakta, kiszálltak az emberek, állítok, anyáztak, káromkodtak, kiröhötték őket, fotózták. Nekem volt egy ismerősöm, aki ott volt a villamosom. Ha van ilyen hallgatónk, akkor írjon már SMS-t, és akkor nekem fölhívjuk, meg volt egy ismerősöm az egyik rendőrautóban. De hogy tényleg? És állítólag iszonyatos káromkodás, brutál dugót okoztak, tehát így hihetetlen, és hát nem szerették őket, tehát finom lincs hangulat a villamoson. Ők most fenn vannak jelenleg az, akikre büszkék vagyunk táblán? Az ORFK-ban? Hát szerintem a hónap dolgozói, nem? Hogy azért ez egy rendőrtől nem az igazi, nem? Hát megcsinálja egy zsigulis, vagy egy X6-os BMW, vagy egy MLG, vagy bármi, azt mondod, igen, hát ő ilyen. Vagy hát mondjuk ilyen. Átvegy, mert azban van teljesítmény, nem tudom, figyeltétek, hogy milyen autóval volt. Astra volt? Hát igen, egy 1-2-es szerintem, és ugye tegnap előtt még egy 1-4-essel hajtottak, azzal meg lehetett volna csinálni az előzés, most az 1-2-essel már nem tudta megcsinálni. Használták egyébként a megkülönböztető jelzést? Azt tudjuk, van valami. Bocsánat, csak még hogy lefénymásoltam a kulcsot. Ez tényleg egy reggel, szüre reggel álmodom még mindig. A kulcsot nem lehet fénymásolni. Igen, mondjad, bocsánat. Hát le lehet, csak nem fog működni. Igen. Picit flexibilis marad.
legyen vége ennek a reggelnek, hogy nagyon szürreális. Mondjad? Hogy használtak meg különböztető jelzést? Ez egy jó kérdés. Mert hogy akkor nem is mehetett volna szegény a villamos sínen, ugye a négyes. Szirénázva előztek. Szirénázva előztek, akkor így már jó. Igen. Szóval nem használtak. Ők ilyen Miami Vice-osok. Igen, kicsit. Kicsit Don Johnson. Mr. Don Johnson, nem? Kicsit Starsky és Hutch-ot toltak. Vagy a gyápán mondta Starsky és Huck. Milyen lehetett az a pillanat, amikor felismerte azt, hogy nem fér be? Lehet, hogy akkor mi van? Lehet, mikor... hogy még mindig nem ismerte fel. És még mindig azon gondolkozik, hogy mi történt. Te amikor így odaszól, mi volt az utolsó mondat? Átféred, de. Nem fér. Basszony. Kapaszkodj, Béla. De mi volt az utolsó mondat? Mi volt az utolsó pillanat? Amikor már realizált, hogy itt nem megy át. Mert jön a villamos. Nem akar kitérni, nem tud lassítani. Nem fékez senki kedvéért. Józsi, ez meg lesz? Te volt ilyen? Hát biztos volt. Józsi! Megcsináljuk. Megcsinálom, átférünk, nem. Mit kérdezett a másik utolsó mondatként? Ez elég nagy ez a rés? Biztos, hogy beférünk, Józsi? A jegyzőkönyvet te írod meg, gecó. Ebből rohadt nagy balhé lesz, gecó. Te mondtad, hogy átmegy. Milyen hülye, mint Fárer vagy te, Béla? Ugye? Szóval, hogy... Szállj, te téged fotózzanak. Cseréljünk már helyet, tehát én mégiscsak inkább te vezettél. Vagy volt ilyen, Józsi jobbra, jó? Volt ilyen, hogy kinézett, tudod, és az a bögdöst a másikat? Jobbra, jó lesz? Á, már mindegy, paf! És vége, vagy ez hogy zajlik ilyenkor, tényleg? Azért ott zajlott egy kommunikáció közben, volt ideig felkészülni. Biztos, hogy volt. Ugye balra nem tud kitérni, hiszen ott jön a szembeforgalom a villamossal, egy jobbra nem tud, mert ott a villamos csak fékezni tudott volna, és akkor be tud sorolni a megelőzendő villamos mögé. Tehát sok választás ott már nincs. Amikor ilyen helyzet van, akkor van olyan, hogy becsukod a szemet, tudod, hogy biztos, hogy megvagy a két őrszem. Hát, ha kocsiszon, az kanyarodik. Igen. Vagy az, hogy nézd már villamos. Igen. Mindig előz az gázt. Igen. Simán befér. Ez szenzációs. De azért utána rendőrként kiszállni, nem? Nincs is semmi látni, való, dehogy. Menjenek innen. Nem hámészkodjanak, menjenek tovább. Mivel? Nincs más dolgok. Mivel? Menjenek innen, oszoljanak. Nincs is semmi látni, való. Akkor menjenek Budára. A másik irány. Jó, kicsit szigorúak vagyunk, hát egyszerűen elnézték. Hát, persze, belefér ez. Van ilyen, nem? Igen. És akkor még ott a végső mencsvár, hogy kiszállsz, és legalább abban bízol, hogy a két villamos összetört, ott van két megálló, hogy legalább leföl tudnak szállni addig az utasok, nem? Hmm. És aztán realizálod, hogy meg ládásul nem is megállóban történt. Ez itt a Morning Show! Egy internetes cikkben megszavaztatták az emberekkel a szex bakancs listát. Mi az, ami kimaradt még az életedből ezen a területen? Igen, ugye a bakancslista az pontosan erről szól, amit te is mondasz, hogy ez volt egy film Morgan Freeman és Jack Nicholsonnal. Maga az ötlet jó, a megvalósítás már szörnyű volt, hogy ez a film elkészült. Tényleg. Szörnyű volt. De a film jó. Hát a sok cégé miatt volt szerintem. Tessék? Sok igen, trükk miatt. Pontosan. Tehát, hogy sehol nem voltak, csak egy stúdióban valójában, és ez egy picit gyengé vétette. Forgatták a Taj Mahalnál, forgatták a Himalája tetején, rengeteg helyre mentek, ugye arról szól, hogy két idős ember a kórházban találkozik, mind a ketten gyógyíthatatlan betegek, és összeírják, hogy ha kijutnak a kórházból, 2 milliómos öregemberről van szó, vagy idős emberről, vagy az egyik milliómos a másiknak ezt fizeti, akkor mit akarnak még megvalósítani a haláluk előtt. Én a film nagyon szép. Meg a két színész hatalmas, hogy játszik benne. Zseniálisak benne, igen. És ugye ez a bakancs lista, amikor te fölírogatod magadnak. És kitöltették az emberekkel, hogy mit akarnak még megvalósítani a szexben, az együttlétben, hogy mi az, ami még hiányzik. És akkor itt jött, hogy különböző helyszínek, de hát ezek ilyen szinte kicsit közhelyesek, hogy repülő, nyilvános ilyen zuhany alatt autóban, falhoz döntve. Falhoz, sátorban. Tehát annál szebb szörnyűbb nincs. Mi a sátor? Nagyon jó. Hát az, meg az még de minden... nem volt meg. Nekem. Nem voltam még sátorban. Bocsánat, szállodában lakom. De régen. Jó, voltál 20 éves, vagy már akkor sem? Nem. Nem bírtad a sátor. Ne, én nem szeretem. Nem. Én eleve utálok sátrazni. Uh-huh. Nem szeretek sátrazni. Jaj, volt szeretem a tisztatót. Részt vettem. Madárfügy beszól a ponyván keresztül. És a kirándulók. Igen. Ilyen kajaktúrán voltunk, és sátraztunk. Mentél, állítottad a sátrat, nem tudtad. Nem, ezt nem szerettették meg velem, ezt a sátrazást. Valahogy nem.
De mind a ketten gondolom, hogy imádtam. Hatalmas, sátras szexpartikon vagytok. Mondod. Így, ahogy mondod. Hatalmas. Később azt hitték, hogy ahol a sátrunk állt, ott bomba töltsi. Az, igen, igen, ezt én el tudom kellett képzelni, a karót beszúrni te a sátorba. Precíz mozdulataiddal megágyaztál, kivasaltad a hálózsákodat, átvasaltad a sátorvitorlát, beállítottad az elemlámpát. Kivasaltam a polifómot. Kivasaltad a polifómodat, rendben letetted a kis cipőcskéidet, a bakacsodat, megpucol az ajtó elé, és utána olyat szexeltél a Tiszatónál, hogy pont így történt. El tudom képzelni. Most valakinek fel kell fátyolossá vált a tekintet az országban. Most hallja. Elmorzsolt egy könycsepet, és a régi sátraknál az volt a cikk, hogy az még olyan volt a ponyvája, a sima ponyva, hogyha valahol hozzáértél, akkor ott beázott. Bizony. Bizony. Megvan. És ott. Amikor fenékkel bögdeste le. Jaj, de jó volt az. Nem, ez a sátrazás valahogy nem. De nem is ez a lényeg. Első helyen végzett az, minden mást lenyomott, a megkötözést, a tudatmódosítóval való együttlétet, a szembekötőset, mindent, az állítólagosan az internetes kutatást kitöltő 90%-a beixelte, hogy mielőtt meghalsz, szeretné kipróbálni hármasban. Hármasban. Nektek ott már a B oldalon mondom, hogy ez azt jelenti, hogy 2+1-es felállásban vagyunk, tehát van még valaki. Van még valaki rajtatok kívül. Hagyjátok, nem olyan érdekes. A házban? De betörő? Nagymama az emeletem? Alvó gyere. Na tessék, nézzük meg, hogy néz ki ennek az életbeli megvalósítása, mert ugye mindenki elképzelte már ezt, hogy milyen lehet. Egyen-ketten talán ezt meg is valósították. Ismerek én is egy-két ilyen embert. De hogy mondjuk ti? Egy ló, két lovas, megmondom. Most nem így akarom, hogy akkor igen, pacsizol egyet, és azt mondod, hogy mert az ökörsütés, és akkor forgatjátok. Tehát nem konkrétan erre gondolok. Hanem mondjuk a te párod nem akarja. Te akarod, mert neked ez fenn van a bakancs listán. Anya, fordulj meg. Ha nem akarod, hát fordulj meg. Hogy csinálod? Hazamész, és beülteted a harmadikat egy fürdőkádba, adsz rá egy rózsaszín sejemsálat, és azt mondod a kedvesednek, hogy van egy kis meglepetésem a fürdőszobában. Hát mondjuk a büdös francokat fürödjön otthon, érted? Meleg víz pénzben van. Szexér jött, nem fürdeni. Bejön a te párod, és ott van a fürdőkádban szépen egy rózsaszín sejemsállal a nyakában, és nagyon zuhanyzik. Vagy beviszed a szobába, bekötöd a párod szemét, lefekteted az ágyra, és elkezded masszírozni, de közben már nem te masszírozod, hanem a harmadik masszírozza. Vagy megbeszéled előre? Hát ezt szerintem csak úgy hazavinni egy ilyen meglepit, az nagyon veszélyes. Nem? Tehát, hogy ez nincs előtte fölkészítés, szerintem nincs ember, aki ennek örülne. Meg rögtön, nálunk rögtön kiszúrná annyira bőrkeményedés és a kezem, hogy honnan kéne szerezem egy súlyemelő nőt. Kimasszírozni. Igen, János, milyen manikűrösnél volt, olyan puhák a kezeid, olyan finomak, olyan bársonyosak az új begyeid. De szerintem egyébként inkább a pasik fejébe jut sokszor maga eszébe a gondolat, hogy milyen jó lenne még egy valahogy az asszony be kéne szervezni, tehát az asszony vagy nem akarja. Vagy kiszervezni. Vagy kiszervezni az asszonyt és másiket. De hogy nyomod le a párod torkán? Hát, nézd! Elegánsan tessék ezekkel a labdákkal élni. Elegánsan tessék ezek direkt olyan labdák, hogy nem kell nagyon leütni, csak finoman. Szóval hogy nyomod le a párod torkán? Hogy ha ő mondjuk ezt nem akarja, de neked ott van a bakancs listádon, és nem akarod megcsalni. Elkezded ezt így finoman felvezetni? Ugye mi történik a nőknél? A nőknél azt gondolják, hogy én már nem vagyok elég, egyből megszólal az önértékelés, egyből az ő, hogy minek neked harmadik, egy, akkor meguntál, akkor mit tudom én, akkor mi házas életünk már nem olyan jó, már, tehát ugye megindul az, hogy akkor ők elméleteket gyártanak. Tehát ebből sok nő végkövetkeztetéseket vonna le, pedig... Na most azért ezt tegyük föl, hogyha igen, mondjuk az életed párja odajönne hozzád, hogy ő meg úgy szeretné, hogy két hapsival, akkor te mit szólnál hozzá? Csak hadd nézzem. Éreg vagyok, közel itt a B oldal. Megpihenek ott a sarokba. Jürgen, ő Hans. Adjatok meg. Ne, nyilván nem. Igen, ez egy érdekes dolog. Ugye? Hát akkor te is pasiként azért mit mondasz? Igen, ugye? Akkor jogos a követés, ha azt mondja erre, hogy oké, drágám, hívjunk egy hölgyet, és akkor csináljuk meg úgy hármasba, viszont én utána kíváncsi lennék rá, hogy milyen két pasival, mondjuk lehetsz te az egyik, drágám. A másik meg mit tenni, kicsoda. És rajtad dolgozzon. Én nem így tudod, így... Akkor igen, minden maradjon a régiben. Hacsuk, jó lesz így.
Hello, Jani, én vagyok a harmadik, pucsics kicsi. Most megkapott púzóba. De húzd be az ujjzó függőt, még nem végeztem. Figyelj, kicsi Rigó, morzsáztak már be neked a reaktorra. Nem? Hát akkor küldjük ki a Mónikát. Aztán maradjunk egy kicsit kettesben, kicsi Rigó, hogy fütyülsz? Jól fütyülsz? Húzd csak szét rajtam a habot. Na, ez itt a Loch Nessi szörnyöcsém, a legenda él. Minek ide a harmadik, úgy bemorzsázok, könyvbe lábad a szemed. Ez itt a Morning Show. Na, olvastátok a lottó nyertest? Hírét, hogy berúgott és elfecsegte, és kifecsegte? Persze. Részek 3 napja, és szólt a barátainak, hogy húzzon mindenki a francba, mert egy fillért nem ad senkinek. Oké, kérdezem én, szerintetek jelen pillanat, most ez egy bulvárosság című lapon lehozta, hogy a részeg lottó nyertest nem ad senkinek. Hány olyan részeg ember van, aki egyébként azt mondja, hogy ő a lottó nyertes? Tehát, hogy ezt honnan tudod, hogy ő a lottó nyertes? Jövő éte visszajövök, én vagyok a lottó nyertes. Megírod, igen, megírod, lehozott címlapra, tök jól hangzik, rohadt nagy bullshit az egész. De nem, a lottó nyertes, aki kifecsegte, hogy ő a lottó nyertes. Miért is? Mert azt mondta, hogy én vagyok a lottó nyertes, ettől ő a lottó nyertes. És elment és berúgott, mint egy ilyen népmese, és azt mondta a régió gyerekkori barátainak, hogy nem adok nektek semmit, az egészet a családomra költöm. Miért ő a lottó nyertes? Mert azt mondta, hogy ő. De hát van a szelvény. Tehát Géza, nincs családod. Ja. Majd veszek. Igen. Akkor út is van. Igen. A lottó nyertesnek megvan a szekrényben, egy páncél szekrényben. Van. Tehát teljesen egyértelmű, hogy szép és páncél szekrény minden magyar háztartásban. Minden háztartásban kell, hogy legyen. De a falu jegyzőjéhez bevitte. Na, és benne van az önkormányzati páncél szekrényben. De a négy kerék meg a két szobában egy páncél szekrény jár mindenhova. Tehát senki nem tudja, hogy akkor ki a lottó nyertes, de a lottó nyertes azt mondja, hogy ő a lottó nyertes, berakta páncélszekrényben, majd a 3 milliót elkölti a családjára. És ezt mi el is hiszük, hogy az a lottó nyertes. Hát, aki egyébként merült. És aztán este hazamegy, és hogy gyönyörködjön, megpróbálja elővenni a lottószelvényt a páncélszekrényből. Mi a kód? Mi a kód? Én befejtettem. Igen, és a büdös életben nem tudja többet kinyitni. Egy lángvágóra sem maradt pénzem ma. Azért reális szociológiai jelleg egy tényleg nagyon helyes történt, hogy berúgott és mindenkinek elfecsegte. De ettől még azért, mert most valaki arról beszél, hogy ő a lottó nyertes, ettől mitől ő a lottó nyertes? A berúgással nem tudunk vitatkozni, tehát nagyon simán. Én még ezt a saját számokat sem értem egyszer, ezt tényleg már tudom, hogy egyszer erre tettél egy kísérletet, de amikor kiderült, hogy 5-ös van a lottó, és egy óra múlva, 2 óra múlva, vagy másnap reggel a szerencsejáték ZRT lenyilatkozta, hogy saját számokkal játszott. Az mi, hogy saját számokkal játszott? Hát, hogy az az ő száma. De azt fölhívták a lottó nyertest, amikor még nem tudták, hogy ki ő. Nem. Fölhívták, és azt mondták, hogy Béla, saját számokkal játszott, tehát te csibész. Igen. Nem, vagy nem, mi a saját CD-je van. Igen. Neki is 5-öse van. Tehát előbb tudták, hogy mi a saját szám. A saját szám szerintem az, amikor 10 éve vagy 20 éve ugyanazzal az 5 számmal. De ezt honnan tudja a szerencsét? Hát, mert már telefonált a nyertes, hogy Sanyu vagyok a kocsmából. Nem adok takarodj. De ő hívta az SRT-t, ja, mert igen. Ugye van ez a titkos szám. Nagy nyeremény esetén ezt írja ki, leellenőrizte Sanyi a szelvényét hétfő reggel. Sanyi vagyok, az a Sanyi. Sanyi SRT. Érted? És akkor mondta, hogy ő elmondta, megkérdezték, hogy milyen számuk, elmondta. Az SRT mondták, hogy tedd le a vonalat, a költség, ez másnak van fenntartva. Ide a lottó nyertesekre felnök. Milyen Sanyi? Na, így. Aha. Csak akkor Sanyi betelefonált, és megkezd, hogy saját szám, Sanyi. Hát kié lenne? Igen, az. Így hozta? Jolika, ez az én szám. Hosszú, jön vissza a császárkörtem, most leteszem. De nem előbb mondta a szerencsejátéket, hogy saját szám, mint ahogy egyébként, egyébként jelentkezett? Hát, ha... Mert elég hamar lejött, hogy saját szám, és nem tudom, hogy azonnal jelentkezett. Ne, hát, hogy visszakérdeztek, hogy elnézést, otthonról hív minket? Igen, akkor saját szám. Igen, csak ez lehetett. Annyi rejtély. Ez is egy pokoli történet, gyerekek. Tele vagyunk ma reggel pokoli történetekkel. És most mit mond? Elvileg mit mond? De bulvár újságíróként ez a legnagyobb labdamből cikket tudsz írni. A legnagyobb közhely. Részegen kifecsegte, szépben őrzi, nem, és mekkora senkire. Dráma nem ad a barátainak. Hát mekkora baromság. De mekkora, gondolj bele, nem?
És ez egy országos napilapnak a címlapán. Mennyire hiteles? Te jó Isten! És igazából most gondoljunk bele, hogy most Kelet-Magyarországon az összes részeg mindenki azon hiszik, vagy úgy van oda, bárhol bemész Kelet-Magyarországon, bármilyen kocsmába, és látsz valakit az asztalra borulva, de azt így ott van alatt a gyertesek. Ő az, hogy te a 3 milliárd öcsén. Beszarok. És mindenki hónapokig így fog ingyen inni. Tudod, még nem jött át a az úr fizet, ha te átul az asztalra dőlve. De te a saját számra egy másik verziót mondtál, az is lehet. Hogy ugye elvileg a gép is tölthet. Igen, tudsz meg te is tölthetsz. Igen. Tudsz te tölteni. Hogy az a, igen. Hogy gép... Ezt erről is beszéltünk, igen, hogy ez is lehet így. Leteszed a pénzt, és azt mondod, hogy egy gépi szelvényt kérek, akkor gép így véletlenszerűen 5 számot. Én inkább ezt tartom elfogadhatónak. Igen, az a saját. Hát inkább, hát nem létezik, hogy valaki elviszi az ötöst, aha, és fölhívják, már azonnal jelentkezik, hogy ő vitte el, mert a nagy elvitel után azonnal lenyilatkozta a szerencsejáték, hogy saját számmal játszott. Az nem létezik, hogy egy óra alatt valaki gyorsan betelefonált, igen, öcsi vagyok. Ja, az nem. Öcsi vagyok, én a saját számmal játszottam, most le kell tennem, mert mit tudom én. Mert oda szartak, hogyha a küszöb. Érted? Igen. Tehát valószínűleg igen, te is jól mondod. A küszöb nem. Nagy a baj, most mennem kell. Utaljátok a lóvét. Tehát, hogy kevertetsz magadnak, nem? Aha. Vagy te megjátszod, és azt nyilván a szerencsejáték zért, hogy látja, hogy gép által kevert, vagy saját szám. De ez egy racionálisabb elfogadás. Mondjuk ezt neked kéne tudni, Jani, te ott laksz ezekben a ilyen szerencsejátékek. Ott élünk. Ti ott éltek, oda jártok ünnepelni, ott születésnapoztok, kapartok közben. Néha egy kis evés, ivás, alvás, szex, de közben meg folyamatosan lottozunk. De ne, hát nem, mert fölajánlja neked Aranka, amikor bemész, hogy János, saját szám vagy a gép töltsön? Megkérdezik tőled? Én mindig ugyanazok a számok, a saját számokkal játszom. Már hosszú ideje. Én csak bemegyek és szépen odaadom a kis előre kitöltőt. Ez a saját szám. Így van. Hát ez a saját szám. Egyszer-egyszer már volt olyan, hogy például amikor interneten adtam fel, akkor ott lehet generálni ilyen tetszőleges számsorrendeket. Azt lehet, hogy rögzíti egyébként. A szerencsejátékban is igen. Igen, hát ez biztos hogy valahogy rögzítik. Van egy kód, vagy mit tudom én, ami a gépi sorsolás, és nem rak rá kódot, amikor te mondjuk saját számot játszol. Tehát nyilván meg tudják különböztetni. Ez azért érdekes, hogy régen ezt viszont nem tudhatták, mert akkor például nem volt ilyen szoftveres rögzítés. Akkor volt egy ilyen kis szerkezet, bementél, nyomtál rajta egy gombot, és akkor feldobott 5 számot. És akkor nem rögzíthették, tehát hogy ez a saját számos duma, akkor nem lehet olyan régi. Hát ez mert azért most ez egy mechanikus azért szerkezet volt. Hát azért számítógépek vannak egy ideje, most. Tehát azért ez nem egy tegnapi duma. Tehát nézd, azért már a Holdra is odaléptünk azért egy picit meg. Tehát azért történtek már nagy dolgok. Nem lehet olyan régi. Hát nem tudom, egy 20 év azért már aktív használunk számítógépet. De hogy ezt de miért rögzítik amúgy? Mit? Hogy utána el tudják mondani 1 órával a sorsolást. Abba belegondoltatok, hogy egyébként akkor ezt csak például mondjuk az ötösök esetében tudják mondani, mert mondjuk 3-asból azért van elég sok, ott nem tudják azt mondani, hogy saját szám volt a 3-as. Mert hogy... De nem is értem, hogy miért mondják, hogy... Nem tudnak különbséget tenni a közt, amit... Persze. De engem megvigasztalnak. Tehát gépi vagy kézi. Akkor úgy mondja, a saját szám az a kézi. Így van, na, ennyi. Most nagyon furát fogok kérdezni, tényleg ne lepődjetek meg nagyon. Hogy ennek miért van jelentősége, hogy most saját szám vagy nem saját szám? Na, én innen indítottam ezt a dolgot. A mi számaink voltak, 10%-ot leveszünk belőle. Igen, sajnos. Ez bukátok. A gépi lottónál nem kérhet 10%-ot. Így van, az ő számaik voltak. Pont ezt akarom kérdezni, engem az vigasztal, hogy nem nyertem, hogy Józsi, aki azóta atomrészegen fetreng valahol skizoid állapotban, és azt hiszi, hogy ő lottó nyertes, és szerintem biztos, hogy nem ő, csak azt hiszi, és nem bír kihozanodni. Szörnyű felismerés lesz, ha egyszer kihozanodik. De hogy egyébként nem mindegy. Nem teljesen. Tök mindegy. Hogy mivel nyert. Mi van, ez a részeg úgy részeg, hogy ő csak azt hiszi, hogy a lottó nyertes, és ezért nem józanodik. Hát de közben nem ő az. És egy iszonyat fejfájással így ízél, de most már beváltom az 5-ös lottót. Anyád, ez 6-os. Anyád, ez Keno. Ez itt a Morning Show. Egy érdekes kutatás. A szomszédokkal kapcsolatban. Tessék, mindenki valljon, hogy mi igaz-e az, ami ráillik. Vagy igaz-e az a kutatás, és ez illik-e rá. Nem ismerjük a saját szomszédainkat, derült ki. Ez a megdöbbentő tény egy nemrégiben végzett felmérésből. Van olyan szomszéd, akinek van kulcsa a házadhoz? Nincs. Nincsen? Nincs. Nálunk ezt a sogornőm, illetve a nővérem az, aki megoldja. Tehát, hogy nekik van, és akkor vagy náluk lehet, és akkor, hogyha valami van, akkor ők vigyeznek a kutyára, meg sétáltatják, megetetik, meg vannak otthon. Tehát nálunk nincs olyan, hogy üres a lakás. Halljátok, zsiványok!
Zsíványok. Nem tudom, ez a szomszéd kérdés, ez egy nehéz dolog egyébként. Én mindig megpróbálok olyan kedvesen barátkozni, és valahogy mindig lepattintanak. És akkor így onnantól kezdve, hogy nem nagyon erőltetem ezt a dolgot. Átmentem, bemutatkoztam, most költöztünk, meg úgy megpróbálok én úgy kedves lenni, de nem tartanak igényt a társaságomra. Ezen el kellene gondolkoznom. Vittem sütit. Hát, várjál, de ki csinálta? Azt hazudtam, hogy én. Mert hogyha jött vissza, amit te csinálsz, akkor nagyon könnyen elidegenítheted az embereket magadtól, már a kezdetek kezdetén. Süti, én csináltam, kóstoljátok meg. Nem, mert az előző tulaj, ahol ott lakott, akitől megvettük a házat, ő nagyon-nagyon jobba volt a tőlünk jobbra található szomszéd, idősebb házaspárral. És ezt a hagyományt, ezt így meg akartam tartani, mert ezt úgy irigyeltem tőlük, hogy átmentek, ott kávézgattak, tényleg nagyon-nagyon jó volt. Oda költöztünk, és akkor ugye egyszerűen fölbögött a Feritől kapott lombszívóm, és ott éreztem, hogy ott elmenni látszik ez a dolog. És egy kicsit úgy próbáltam barátkozni, hogy amikor elmennek nyaralni, tessék hagyni, majd figyelünk a házra. Aztán volt egy ilyen nagyon fura lompulásos ügy, hogy kinek a lombja hova hullik. Tényleg volt ilyen. Igen, mert a mi fánk átlog az ő kertjükbe, és hogy lehullott. De egy olyan fa levelében vádoltak meg, ami az egész kerületben nincsen. Tehát, hogy az én mogyorófám hullott le az ő kertjükben. És mondtam, hogy az nagyon jó, de hogy mogyorófa az utcában nincsen. Igen, tetszik látni? Ez mogyorófa levél, ez japán juhart. Látja a kettő közt a különbséget? Igen. És akkor ott úgy törni látszott a kapcsolat. Még vittem gőzőgő almáspitét. Csak akkor meg nem voltak otthon. Úgyhogy talán azért nem emlékeznek erre. És aztán úgy valahogy elhidegültünk. Megszakadt. És nem tudtam ápolni. Hát de miért nem vágják le azokat az ágokat, amik átlógnak? Hát, ami átlóg hozzájuk? Igen. De a te fádnak az ágait. És akkor Én ezt felajánlottam nekik. Majd átjött a szomszédnéni, és rakott egy baromi nagy tüzet az utcánkban. És bedobott egy molotov konkrétan. Nem. Ugye ősszel mindig hullanak a levelek. És a szél, ami lehullott kint az utcán, az átfújta az ő oldalukra. És a néni összeszedte, visszahozta, és a mi házunk előtt rakott egy baromi nagy tüzet, és az ott, és az ott hagyta, és ott maradt a habúrakás. És így mentem ki, és mondom, Jézus Isten, ez mi? És kiderült, hogy összesepergette, és csinált egy nagy tüzet a ház, egy ilyen rituális tűzzel így megpecsételte a dolgot, majd egy ilyen hamuhalom az ott maradt, és az ott úgy szétfújta a szél. És akkor mondtam, hogy hát, mi jó. Értem én a hadüzenetet. Ja, de csak ennyi volt, egy mágiát rakott oda, vagy volt, mit tudom én, egy lámpavasra felhúzott bábú is ízébe, Dolce Gabbanában, és ott megnyitotta azt is, hogy ilyesmi. Volt, hogy jelezzen, hogy volt egy nagy férfi, egy kicsi nő, meg egy kis gyerek. Ott és ott lógtak egymás fele. Mindegyiken volt egy krumplizsák volt a fejükre húzva, és ott lógtak lefelé, mint ahogy hívják. Nem, ezt a rituális tüzető megrakta, és akkor azóta úgy nem barátkozunk, de hogy... Én nekem ez a szomszéd barátkozás egyébként annyira nem is hiányzik, megmondom őszintén. A jobb oldali szomszédom nagyon jó, egy fiatal srác, hogy nagyon jó. A pitét azt vitted, vagy dobtad? Azt így át, ilyen bumerángszerűen így át. Jaj, itt vágja! És a teraszon így... Mindjárt jön a vaníliasodó! Jövök. Adjatok egy poharat. Még egyet. Ezt én még rátenném. Csuprot neki. Na mindegy, úgyhogy nem, a sütivel nem értem célba, mert nem voltak otthon, de tök cuki voltam, tényleg átmentem, megcsinált a Viki, becsöngettem, és azt hittem, hogy behívnak, iszünk egy jót. Csinált a Viki. Miért? Mert nagyon izgatott voltál. Hogy úgy utasson meg valaki. Viki! Nem mondtam a Vikinek, üssön össze valami barátkozó sütit, és akkor ezt így én átvittem, tudod, az a klasszik tálca, gőzölgő almás pite, gondoltam, hogy bemegyek, helyel kínálnak, iszunk egy kávét, felszeljük a pitét, és megbeszéljük az élet nagy dolgait. Ezt, hogy ki honnan mit fújt át. Igen, és akkor utána csöngettem, álltam ott a pitével, és akkor mint füles mackó, én nyomorultul így lelógó fülekkel így hazasétáltam, és megettem a pitémet. Engedjétek már meg, kihűl! És kérdezték, hogy ki csinált, és mondom, ez anyád pitája.
Mert szomorú voltam, azóta nem vittem semmit. Azért egy 10 emeletesben mindenkinek bemutatkozni, és mindenkivel indi egy felest, azért a 8-on már nagyon boldog vagy, nem? Szóval már azért... Hello! Akik itt valaki? Én vagyok az új szabd. Bonyicki! Bocs! 5-en vagyunk, akkor ott már megalakulna. Szóval ott végig menni bemutatkozni hát azért. Figyelj, te nyissál feléjük. Keresd ki például, itt tudom én, a Petinak a lemezgyűjteményéből a generátor a csöngesbe hozzá. Jó barátot, rakjátok fel 250 watton, aztán érte. Én mindig nagyon-nagyon kedves vagyok, de tényleg. Tehát, hogy így... Volt egy olyan társasház, ahol egy... Csak évek óta mindig ugyanazzal a tálca pitével. Mindig bedobjátok a mikróba. Csak a csupor más. Csak a csupor friss. Csak a csupor a vanília sodó mindig friss. A pita régi, de a sodó az új. Muszáj. Friss és langyos. Nem, én laktam egyszer egy olyan társasházban, ahol egy alattunk lakó nő, az mindig be akart jönni az én lakásomba. És amikor oda költöztem... Még már egyébként akkor facér voltam, oda költöztem, és így olyan fura volt, mert úgy mindig látta, hogy jövök, akkor már ő is jött. És nem értett, hogy mi a facér. Jön ide állandóan ez a nő. Mi a facér zaklat állandóan. És mindig úgy csinált, hogy bekopogott, hozott sütit. Elvettem tőle. Nem engedted be? Tessék? Nem engedted be? Nem, aztán már beengedtem a végén, mert mindig az volt, hogy nézett be a lakásba. Aha. És tudod, én résén kinyitottam az ajtót, és akkor mondom, hoztam sütiket, kinyitotta, bejött. És akkor egyre nagyobb társütiket hozott. Hát akkor levélbedobón kellett volna kinyújtani neki azt, amiért jött. De ez még 100 évvel ezelőtt volt Zuglóban. Lehet, hogy azt várta volna, hogy frissen kerüljön rá sodó. A híre sodó. Ő a sodót akarta? Nem, aztán kiderült, hogy körülbelül 3 szomszédon megcsinálta a nőt. Te voltál a 4. szomszéd. Én voltam a 4. szomszéd, és amikor elköltöztem, mondom, ez egy zuglói lakópark volt, de 100 évvel ezelőtt, akkor kiderült, hogy a 3 szomszédom konkrétan bevállalta a csajt. Tehát a csaj finoman infomániás volt. Nem értettem, mindig, amikor megérkeztem, 5 perc rá megérkezett egy tál piskótás. Ilyen csokis piskótás süteménye. És mindig így nézett befelé, hogy zavarok? Egyedül vagyok? Igen. Mindig. Van itt van valaki? Mondom, szia, mondja az alsó szomszéd, mondom, köszönöm, hogy menjek le a játszótérre. Hát mondom, nézd, itt lassan 28 évesen talán. Azt gondolom, hogy ennél már azért van, én szívesen libikókázom veled egyet, de hát, hogy ott tudunk dumálni. Aha. És aztán, amikor elköltöztem, derült ki, hogy azért olyan előszeretettel csinálhatták a nénit. És így bújtáltál előle mindig, amikor... A végén már volt olyan, hogy konkrétan leszegett fejjel mentem, meg kínált az erkélyen. Ha-hó, ha-hó, megyek vagy jövök föl hozzád, mondta ő. És 1 perc múlva ott volt. Lehet, hogy egyszer túl kellett volna esnem rajta. A levélbe dobom kirészte, és megint itt van az úszkár. De vajon hogy csöngetett be? Nem, hát kiderült, hogy ő valóban... Valószínűleg olvasta ezt a kutatást már akkor, és szerette volna elmélyíteni a szomszédő kapcsolatokat. Tehát, hogy hát egy infomániás nő volt, és ezt így jött mindig. És hogy tudtad meg ezt utólag? Úgy, hogy egy ismerősömnek adtam ki az akkori lakásomat, ő oda költözött, és ott ja, szedte össze. Ja, és ő bevállalta. Hallod, ez az alsó szomszéd kicsinál, Baláska. Mondjál együtt, és a lakbérből ver ez a nő, ez meg ezt reggel. Nem tudom, mit nem csináltál vele, de iszonyatosan be van gerjedve. Igen, ott aludt a küszöbben. Próbálom hozni a szintet, de nem megy. Mi annyira jóban vagyunk a szomszéddal, hogy volt, amikor hazaértünk, a saját vécénken ült. Azért az ismerek a kulcsot a szomszédnak, ő pedig éppen gittel a retyódon, nem? Fél, nem hiszed el, hogy a nővéremékkel esett meg egyszer, hogy reggel kiment a konyhába, és az egyik szomszédja ott főzött kávét. Igen. Ez megtörtént. De miért? Hát mert azt gondolt, hogy ennyire jobban vannak egymással. Neki is volt ugye kulcsa a lakáshoz, és mondta, hogy az ő kávéfőzőjük elromlott. És átment a nővéremékhez, és ott főzte. És a nővérem jön ki reggel, álmosan begyógyult szemekkel, mert hallott, hogy valami zörgésnek jön ki, és a szomszédnő pedig ott főzte a kávét. De ez a kábelbarát típus, tudod, akit nem tudsz elrázni, kirakod, visszamászik a kulcsikon, barátkozni akar, erőlteti a kapcsolattartást. Megvettük később ezt a lakást, és amikor költöztünk át, akkor mi is jövök fel a dobozokkal, és ott voltak ment a konyhába. 3-an. Nem lett volna célszerű visszavenni tőle a lakáskulcsotokat? Széttártam így a kezemet, és akkor így mondtam, hogy hát hello, sziasztok, hadd mutatkozzam be, mi vagyunk a lakás új tulajdonosa, hát ti kik vagytok? És akkor így kiderült, hogy ők ilyen jobban voltak, aztán én, hát mivel ugye én így a ridegtartáshoz vagyok így hozzászokva, én is így mert a kommunikáció elég egyértelmű volt, és akkor így gyorsan elhidegültünk egymástól, de képzeld el, tehát, hogy én ismerem ezt a kábelbarát típust. Van ez a típus. Sár, de én azért szeretem megtartani mindenkivel így a 3 lépés távolságot, legyünk udvariasak, legyünk kultúrák. Fölkelsz reggel, és a szomszédod kávét főz a saját konyhádban, azért az nagyon meleg. Hát. Az nagyon.
Ő egy picit túlértelmezte ezt a szomszéd. Hát ilyenkor mondd neki, hogy te úgy szereted, hogy még ágyba vagy, és hozza be neked. Ja, igen. És egy kis papucsába betipek. Egy édeskével igazi tejszíjabban. Köszi. Itt van egy nagyon klasszikus SMS, ami abszolút alátámasztja a kutatást. Én egy másfél év után megkérdeztem a szomszédomat a liftben, hogy hányadikra megy. A szomszédot. Ciki volt, kiröhögött. Két hete költöztünk új helyre, de még mindig nem ismerem mind a két szomszédomat, pedig már kaptunk kölcsönszéket. Névtábláról tudom csak a nevüket, állítólag a szomszéd bácsika iszogat és olyankor énekel. Még nem hallottam. Ja, és játszanék. Igen, Daci. Én jobban voltam a szomszédommal, amíg rá nem jöttem, hogy éjszaka porszívózik, utána megvertem. Jó, hogy éjszaka porszívózó szomszédot, persze. Én ismerem, mindig kukkolom a suniját, mert így járkál a kecóba, írja valaki. Tehát mesztelen csaj van a szomszédban, és ő azt kukkolja. Na ugye? De hogy lehet kukkolni a suniját? Hát lehet, hogy szembe szomszéd, vagy szembe lakik veled, és akkor ja, belátsz a lakásba. Úgy igen. Úgy előfordulhat. Nekem soha nem volt ilyen szerencsém. Az én szomszédom bezárta a nagymamáját a kerti budiba, amikor elege lett belőle. Ezek után nem erőltettem a barátkozást. Azért az is nagyon kemény. Én szívesen bemutatkoznék a szomszédomnak, már másfél éve vagyunk szomszédok, de még egy hello sem csattant el köztünk, viszont a bemutatkozás nem biztos, hogy adásba kerülhet, mert többször lejátszottam neki Kassa TV Költözzel dalát, sajnos nem értette, nem beszél magyarul. Írja egy hallgatónk. Nekem volt olyan ismerősöm, aki, hát ismerősöm, hát ismerek egy olyan családot, akik például addig, amíg mondjuk nem voltam képernyőn, addig nem köszöntek. És amikor a celeb vagyok, akkor kimentünk Argentinába, és ugye ez egy nagyon sikeres műsor volt, akkor elkezdtek utána köszönni. Most megint nem köszönöm. Kéne már valami jó műsort csinálnod, nem? Hogy újra köszönjenek. Nézd, hát tudjuk, hát ha újra köszönnek, akkor megszerették a bundersőt, nem? Ha egy baltával állítanak a hátadba, akkor lehet, hogy ez nem az ő humoruk. Ez itt a Morning Show! Egy felmérés szerint fele annyian járnak fogorvoshoz Magyarországon, mint egy évtizede. Azt gondolná az ember, hogy ugye egyre többen, ahogy haladunk a modern világban, egyre többen bennek érzi fontosnak azt, hogy elmenjen fogorvoshoz. De nem. Fele annyian járnak fogorvoshoz, mint egy évtizeden. Vagyis az embereknek nincs lehetőségük, pénzük, vagy igényük arra, hogy megcsináltassák a fogaikat. Fele annyi ember megy már csak el fogorvoshoz. Nincs már STK fogászat? Hogy ne volna? Van STK fogászat, de hogy nem. Van. Kell fizetni. Igen. Igen. És átlagosan minden tizedik embert pánikszerű félelem fog el a fogorvosi vizsgálat és a kezelések gondolatától, és addig húzzák, halasztják a dolgot, ameddig csak lehetséges. Mert kísért a múlt. Tehát megvárják a végső fájdalmat, amikor már szinte húzni kell. Kísért a múlt, amikor nem kaptál érzést, ha jöntőt, erre gondolsz, ugye? A gyermekkori traumák. Amikor együtt szépen elsétáltatok, iskolafogászat. Így van, vagy egy iskolával, a kis csoporttal bementetek, szépen beültetek a váróterembe, aztán hallottátok a halálsikolyokat. Igen, mert megsporolták rajtad az érzéstelenítőt. Simán. Persze, rohadt módon nem kaptál érzéstelenítőt, és amalgámmal betöptek. Azt a mondatot sose felejtem el. Ötödikes ezt már kibírja. Igen, és idegig. Igen, de itt csak harmadikos vagyok. Idegig ment a fúrás. Na, ezzel a témával foglalkozunk, jó? Mindenki gondolja át, milyen a fogorvos, a nő, férfi, kedves, aranyos, szexis, nem szexis, udvarol, nem udvarol, jó lehellet, nem jó lehellet, közel jön, nem jön közel. Szerintem mindenkinek van fogorvosos élménye, hogy milyen az ő fogorvosa. Egy felmérés szerint fele annyian járnak fogorvoshoz Magyarországon, mint egy évtizede. Átlagosan minden tizedik embert pánikszerű félelem fog el a fogorvosi vizsgálat és kezelése gondolatától, és addig húzzák, halasztják a dolgot, amit csak lehetséges. És hát az orvosok emiatt elkezdtek kitalálni beteg nyugtató módszereket. Ha? Ezt hogy kell érteni, hogy leszedálnak, vagy begyináznak, vagy altatnak, vagy alfába tesznek, vagy mi történik? De szerintem már ott kezdődik, hogy megpróbálsz nagyon kedves várót kialakítani, hogy amikor belép a beteg, akkor ugye lenyugodjon, aztán azt beszélik meg a fogorvosi konferencián, hogy mik azok a mondatok, amelyek biztosan jól hatnak. Igen. Hogy nem 10-ből 9-ekhez nem fáj. Hát, vannak kivételek, de... Bocsi. Olyan fogorvosnál voltatok már, akinél volt asszisztens? Persze. Igen. De nem úgy, hogy nem, most nem, aki belenyúlt a szádba, és ott állt mellette a fogorvos. A tartja az asszisztens. Nem arra gondolok, hanem aki már gyakorlatozik. Tehát aki már úgy asszisztens, ja, hogy már tanul. Ja, hogy fogorvos tanonc. Tehát fogorvos tanonc, igen, bocsánat, rosszul mondtam. Nem az asszisztens, mert az asszisztens az segít, elhúzza, vagy leszedi a fogkövet, ha
arra van képzése, vagy kampót akaszt a szádba, vagy nyár elszívó. Én olyannál is voltam, ahol családtag volt benne, nem tudta senkire ráshoz, és nem volt a gyerek. Nem volt a gyerek? Persze, és akkor te is nézd, nézd meg kislányom anya, mivel foglalkozik. Miből veszem neked a Barbit? Na nyújj be a bácsi száját. Nem, de asszisztens volt. Aki belenyúlt szintén a szádba, és csináltat. Az STK-ban volt már ilyen élményben része. Én nem örülnék, ha egy ilyen tehát, hogy az én voltam ilyennél. Figyelj, az nagyon durva. Megkérdezte amikor... előtte, hogy bele, tehát hogy a tanuló megcsinálhatja ezt? Nem, ő ez egy nagyon régen volt, nem a mostani fogorvosom. Nem, ő úgy adta elő, mintha ez a legtermészetesebb dolog. Nem, te már, aki ott vagy egyébként leinjekciózva, félig leszedálva, betépve az injekciótól, vett tudomásul, hogy ő egyébként most itt gyakorlatozik. Megfogta a kislánya fúrót, bekapcsolta, oda tette a számhoz, mire mondta, hogy állj, a fúrót nem így kell fogni. És akkor esett le? És te így, nem, hát én már tudtam, hogy mi történik, de azt hittem, hogy már a kislány azért ennél előbb tört. Ülsz a székben, kicsit csorog a nyálad. Kicsit csorog a nyálad, a nyál elszívó. Kicsit rosszul van, be vagy tépve az injekciót, mert engem leszed, de engem mindig, tehát így, valahogy így, kicsit így rosszul leszek tőle, van akire, én nem tudom, alapjás hatás, vagy nem tudom, megemelkedik a púzusom, és így lezsibadok tőle teljesen. Azt hittem, hallucinálok. Jön a kislány, megfogja a fúrót, az egyik oldalon áll a fogorvos, a másik oldalon ugye áll tükörbe a kislány, és mutatja a mozdulatokat. Bekapcsolja a fúrót, elindul a szád felé, és mondja, hogy állj, és mondja, hogy lépjen le a pedálról. És mondja, a fúrót nem így fogjuk, és akkor megmutatta a helyes fogást. Na, próbáljuk meg még egyszer. És tudod, így... próbálod emelni a kezed, de begyináztak, lezsibasztottak. Hát az valami szörnyű. Az azért kellemetlen. Az valami szörnyű. Nem, és utána... nem akarunk lukat ütni az úr szájába, nem. Ezt a fúrófejet is leveszük, mert egyszerre csak egy fogat fúrunk, nem négyet. Komolyan, ilyen. És azt látod a kislány arcán, hogy ő is fél. Na most azért az, amikor... mert hogy te félsz, az egy dolog. De hogy ő is fél, azért az mennyire durva. És azt látod, hogy be van tojva, hogy neki most ott valamit fúrni kell. Nincs ilyenkor egy protko, ami lehet gyakorolni. De hát nyilván gyakorolnak, de előbb-utóbb azt el kell kezdeni élőben. Csak az mind elfogyott, mert széjjel fúrta őket. És azért, de az, képzeld, amikor már benne van a szádban, és akkor doktor úr, nem fog fájni. Nem vagyok még doktor, a doktor úr sajnos ma nem ért rá, én még csak doktoran. Tudod, hát azért ez nem túl megnyugtató. Én attól is tartok, amikor olyan orvoshoz megyek be, akit nem ismerek. Amikor nem a saját orvosom van bent, akkor már elkezdek gyanakodni. Mert egyszer volt egy ilyen kellemes, hát kellemesnek inkább nem mondható élményem, amikor egy nyugdíjazás előtt álló főorvos úrral sikerült összefutnom, aki elfúrta a fogamnak az egyik fogamnak a felét. Hát már kicsit reszketett a kezzel, szemüveg se volt nála. Az a baj, azt gondolod, Feri, hogy vicces vagy, de egyébként nem. Mert hogy konkrétan ez történt. Picit remegett már a keze, és konkrétan úgy volt, hogy szerintem még talán arra is emlékszem, hogy láttam az asztalon még az ajándék csemege kosarat, amivel elbúcsúztak tőle. Ez volt az utolsó hete, mint később kiderült, és még ott utoljára az én számba beengedték, hogy lehet, hogy csak az ízekedvét, és elfúrta az egyik fogamnak úgy a felét, hogy szépen a peremet leköszörülte, és majdnem a foginyig az oldalát. Jézus Isten! Nagyon durva volt. Nagyon Atya durva Isten. Volt. És amikor te ennél a tanulónál voltál, akkor leszíjaztak? Nem, én csak... beadtak valami injekciót, egy lemorfiumoztak, tudod, én nem tudtam, csak kicsit kiindultam a szemem, és láttam, hogy ketten vannak, de már nem kellett szíj, mert nem tudtam emelni. Beadtak valami olyan izomlacitot, hogy nem tudtam mozogni. Milyen egy jó fogorvosi váró? Induljunk innen. Plusz szék, bársony székek, könyvek. Nálam például ilyen marovai járok, nagyon egy ilyen bársony... pamlag, vagy mi az ilyen... nem az STK, az nem. Nem, hát én járok el STK fogorvos, hogy nem zene jelent. Szól? Halkzene van, a kis akvárium is talán, nem akvárium nincs, a fogorvosról és a lányáról kép a polcon, tehát ennyi nagyon-nagyon jó. Az a baj, hogy maga a váró az egyből a terem mellett van. Tehát kihallatszik. És az, amikor ott felbúg a gyémántfej, és elkezdenek fúrni, azért azt hallod, de hát nyilván minden váróba hallod, tehát nem tudod azt teljesen kizárni. Van egy nagy tükrös szekrény, ahol esetleg meg tudod még nézni, hogy mihez kell hozzányúlni. Fogmosóhelyiség van? Fogmosóhelyiség is van, mosdó is van, persze. Jó. Mindig ott van a fogorvosom fogkeféje, az a gyorsan fogat is mosok. És olyan régi képek nincsenek a falon, a fogról metszett kép. Persze. Vagy a doktornő, az mikor volt utoljára fogorvos, mikor volt utoljára fogorvos, ez utoljára 8 évesen láttam ilyet, az alapos fogmosás, itt van ő a fog, tudod. És akkor az én úgy szeretem, én ezt úgy elolvasgatom. Szerintem magárendelőben ilyen már nincs. STK-ban még lehet, hogy van magárendelőben, nem nagyon tesznek már ki, ha csak nem olyan, hogy gyerekek is járnak.
Na, ilyen gyerekfölvilágosító, meddig mossuk, meddig, melyik a jó fogkefe, meddig mossuk. Nem, olyan szoktak... A szuvasmanó, ugye? Igen, van a rohadó íny, meg az egészséges íny, emlékeztek erre? Ez is mindig kín van. A legtöbb fogorvosi, nem tudom, rendelőben kín van. Ez a rohadó íny, hát nem akarsz élni tovább, ha meglátsz egy a rohadó íny, nem? Tehát bármit megfogadsz, hogy ha innen kimész, fogadmosol napi ötször, csak ezt él túl, meg az egészséges íny. És akkor ezt ott ülsz, és nézed a rohadó innyel szemezel, amit téged behívnak. Jobbra tőle az orvosi műhibától egy cikk. Kétes összeállítás. Majd iratkozott a doktornő, aztán ott van a doktornőnek az első zápfogával lefotózva, amit kirántott. Mi történik, mire beérsz? Az önbizalmadat porrázúzzák. Tehát meglátsz egy rohadó innt, kicsit azt gondolod, a tiéd is ilyen. Leírják a helyes fogmosás, rájössz, hogy fingod nincs a fogmosásról, mert 30 éven keresztül rosszul mostál fogad. Tehát mire te belépsz és beülsz a székbe, addigra rájössz, hogy nem vagy ember. Nem? Tehát, hogy semmit nem tudsz a fogápolásról. És közben bent és a fogmosásról. És bent valaki nagyon üvölt. És az elét valaki felhangosítja kint a váróban. És aztán kijön egy ember, akinek cipóra van dagadva az egész arca, és iszonyatosan kész van. Papírra köndőt tartja a szája szélén, és még látod, hogy bekönnyezett. Tehát látod, hogy nagyon nagy baj volt. Ekkor lépsz te be, és te milyen vendég vagy? Próbálod elütni valami kis tréfával az idegességet? Én nagyon röhögök a fogorvosomra, hogy vicceket küld nekem néha e-maileket, tehát mi nagyon jobban vagyunk. Mindig kap valami vicces e-mailt, azt átküldi, levelezünk, mindig elmondja, hova utazott, nem mondom, én hol voltam, megbeszéljük, és közben furfarag. Tehát, hogy mi nagyon dumáltócsát belőle. De nincs ilyen tréfálkozás. Mert amikor belépsz, akkor van egy kellemetlen szitu, főleg ha először mész. Ugye? Tehát mondjuk fogorvost váltottál, és jön az új fogorvosod. Hát, na, ismerkedés. Júj, hogy vagyunk. És igen, most benne még van, maga persze. Jól. Vannak, melyik a jobb fogorvos? A csaj fogorvos, vagy a férfi fogorvos? Csaj. Én nekem még nem csaj. Volt női csaj. Fogorvosom. Csaj? Csaj. Csaj. De ha jó csaj, akkor azon fura, hogy egy jó csaj matat a szádba, nem? Vagy megnyugtatóbb? Nekem igen. Nagyon megnyugtató a fogorvosom, tehát nagyon jó arc. A csaj az jobban megnyugtat, vagy a nő? Látod az a nagy kezét, egy férfinak a szőrös kéne. Ahogy ott áll az új percekből, így állnak ki a kis drótok. Jön feléd, az nem olyan jó, egy kedves női kéz. Megértést vársz el a nőktől, egy női fogorvos. Tehát azt érzed a férfi fogorvos, hogy bemész, olyan akkor nekiesik, paf, kirántja, megtömi, amit kell. És a nőtől meg azt várod, hogy akkor kicsit jobban rákészít, nem? Kedvesebb. Nekem a férfi fogorvosról mindig a Csont Kovács jut az eszembe a Ludas Matyi című rajzfilmből, aki jön, és egy ilyen harapófogó van. Így kirántja az összes fogat a szádból. Nem tudom, engem valahogy a férfi fogorvos jobban megnyugtat. Hogy azt érzem, hogy úgy valahogy úgy magabiztosabb, vagy úgy jobban tudja. Asszisztensek, nővérkék, fehér köpenyben, mini szoknyában, nálatok? Igen? Mini szoknya az nem jellemző az összes többi, az igen. Csak köpeny. Hosszú köpeny, vastag műanyag klumpa, vagy ez a dada cipő. Kismama cipő, igen, mint az óvodában dadák. Ami miatt fél órával korábban kell felkelni. De mi te neked magánorvosod van, hogy nem STK-ba jársz, te STK-zol? Most már nem. Már nem? Magánorvoshoz járunk. Mióta a felét lecsiszolták? Mióta lekapták a fél arcberendezésedet az STK-ba. Félek, hogy a főorvosulat reaktiválták. Ha még visszahívták. Egyébként szerintem az STK-ba is vannak jó fogorvosok, csak valahogy a közeg, ahova bemész, ugye az egész, ha teheti az ember, akkor inkább elmegy egy ilyen ajánláson keresztül valahova egy magárendelőben. Hát gyakorlatilag ugyanazok, illetve hát nyilván hatalmas átfedés van, hogy azok, akik az STK-ban látják el a betegeket, azok ugyanúgy magánpraxis is folytatnak. Tehát, hogy simán előfordul, hogy egyébként ugyanahhoz mennél el az STK-ba, akihez amúgy jársz. És az STK-ban kevésbé, ő egy kevésbé jó fogorvos, mint a magárrendelésén. Persze, csak összecsapja a dolgot, de hogy is ne. De miért az STK-s miért nem megy el magánba? Vagy az STK-s magánozik is? Mi például az én orvosom nem STK-zik. Csomóan vannak, akik csinálják. De akkor minek jár még STK-ba? Hát egy magánorvosi rendelőnél nincs jobban prosperáló dolog. Hát ott brutális pénzeket tudsz elkérni, tisztelt a kivételnek, tehát van, aki nem. De ez miért megy STK-ba? Nem olyan, hogy kicsit az STK-s fogorvos megítélése az, hogy azért nem tud magánrendelőt nyitni, mert ahhoz nem elég jó? Igen, ugye? Ugye nekem legalábbis, de nyilván nem így van, mert ott is fogorvos elvégezték, értenek hozzá szakemberek. De miért nem megy el magánba? Hát mindenki nem mehet el magánba. Akkor nem lenne, aki az STK-ban járna, aki igényes akar lenni. De aki mondjuk STK-zik is, meg magánozik is, az azért STK-zik, mert van egy ilyen küldetés tudata, hogy mentsük meg a magyarok fogát. Nem, szerintem pénzt akar keresni. De az STK-ban. Az STK-ban nem. Szerintem... Tehát van magánrendelése, és az STK-ban dolgozik, akkor az küldetés tudat, nem? Biztos, mert az STK-ban megtanulja a szakmát, és a magánpraxis. Ott gyakorol. Nem, ott gyakorol az STK-ban, és a magánpraxisban jól csinálja. Hát ezt erre nem tudok válaszolni. Na nézzünk egy-két SMS-t, jó, hogy mit írnak a hallgatóink.
Páromat végre sikerült rávennem, hogy menjünk el a fogdokihoz, már volt időpontunk, most csak néz és hallgat. Köszi. Egy ismerősöm nemrég a fogorvosnál lenyelte a fúrófejet. Persze, a fúrófejet. De miért csinálja? Mázlia volt, nem lett baj, természetesen utána távozott, felajánlották. Természetes úton távozott, felajánlották, de a doki már nem kérte vissza. Hát. Feri könnyen beszél a fogászati kezelésekről, ő mindig alfában megy oda. Nem vagy rossz, azt kell mondani. Nálunk a fogorvosi várokban Klassz FM-et lehet hallani, lezsibbadva, halva bent a doki fúr, és közben meg a jáksó is, nagyon durva, üdv Kriszta. Amúgy a világ legjobb fogdoki az enyém. Még a vésés is nyugis. Nálunk olyan volt a fogorvos, hogy szembe volt vele a kocsma, azt mondta, mindjárt jön. Kiugrott az ablakon, megivott két felest, és visszajött. Csak pilláztam, üdvtike. Azért az meleg. Kiugrott az ablakon, persze, ez a Legény anyában volt, mikor, vagy nem a Legény, de azt hiszem a Legény anya című filmben volt. A mi esztékánkban ez nem, mert azt hiszem a negyediken van. Balázs, léci, utáni a nyár elszívót, puszi. Balázs, milyen hangja is van a nyár elszívónak? Nagyon bánt, hogy még mindig nem jutott el, hogy nem a nyál elszívott, tudom, az még csak nem. Egy kezdeti fázisban van. Azt tudom, amikor levegőt fújnak be, mert már szárítani kell a tömést. Ki van vattázva a szád, és jön a levegőfújás, majd a végén. Így van, az lesz a habatortán. Az lesz a megszólás csúcsa. Olyan még sose volt. 40 kilós aranyos rendes doki nőfokhúzás 5 percig tartott, közben a fáradt kezeit már tornáztatta. Az asszisztens is elfáradt, míg fogta a fejem. Lefőttem, mire végzett. Azért egy 5 perces foghúzás egy 40 kilós nőnél, amikor tépi, rúgja, csípi, harapja, és még mindig nem jön ki. Már az öletben áll a néni. Igen. Már a fejeden támaszkodik lábbal. A fater 75 éves életében nem volt fogdokinál, nem fájdította a fogát, viszont a szájszagára rá lehetett könyökölni. Hát igen. Atya Isten. Az hogy van egyébként, hogy elvárják a magyaroktól, hogy ápolják a fogaikat, miközben gyermekkorban az esztékás fogorvosok a magyar gyerekek 90%-ával megutáltatta a fogorvost. Na, olvastam egyszer egy tanulmányt, vagy nem tudom, egy cikket, ahol azt mondták, hogy azért fél a magyar ennyire, mert konkrétan megspórolták régen az érzéstelenítőt. Tehát amikor turnusokba vitték a gyerekeket esztékába, kötelező fogorvosi vizsgálatra, nem adtak érzéstelenítőt. De nem azért nem adtak, mert egy 5-es, 6-os nem kaphat, hanem mert azt ott meg kellett spórolni. Nem, az a büntetés volt. Nem mosol rendszeresen fogad? És mit csinált az érzéstelenítőkkel? Semmi, lidokainnal befújták, spóroltak, lidokainnal befújták, nem volt. Feri. Nem, de érted, hogy az volt a spóroláson gondolkodom. Spóroltak. Rengeteg fájdalomcsúpi érzéstelenítőt megspóroltak gyerekeken. És azért üvöltöttek a gyerekek, és szerintem a magyar lakosság nagy része azért fél ennyire a fogorvoshoz, mert a 70-es, 80-as években téged fájdalomcsillapító nélkül műtöttek. És most már nem félnek a gyerekek? Járnak rendesen? Hát szerintem most már azért nagyon kulturáltan csinálják. Hát most olvastad el a kimutatást, hogy fele annyi. Azért még a felnőttek. Ja, igen. Felnőtt. Szerintem annak inkább anyagi oka van egyébként. Vagy ennyivel egészségesebb a fogazatok. Igen. Jó arca fogorvosom, azt írja valaki. A felső fogsorom pont az alsó van, beülök a székbe, doki ránéz, ha-ha pitbull. Én meg ha-ha anyád, írja Lali. Fogkő leszedése mentem, a doki kiordított a váróba, fusson be, mert sietek, amelyik koszos, azt kikapjuk. Szerinted nem fostam le a bokám, kérdezi Zoli. Azt mondja, hogy az én iskolai fogorvosom anno úgy be volt állva, hogy a cigivel a szájában turkált a számba, és még bele is hamuzott. Persze, nyilván. Igen, és a homlokodon nyomta el a csikket. Igen, egy viszkis üveg volt a kezében, meg egy cigi a szájában, igen. Hölgy megmarkolja a fogorvos golyóit, és most mindketten nagyon óvatosak leszünk. Ez jó. A jó fogorvos mottója, nincs jó fog, csak felületes vizsgálat. Ez nagyon jó. Ez jó. Egy fogorvos át tud verni. Mit, hogy azt mondja, hogy... Nem, ugye az autószerelő át tud verni, a hentes át tud verni, egy fogorvos át tud verni, hogy egy olyat töm, ami egyébként nem lyukas, hogy többet tudjon átkérni. Ajjajjajjajjajj, ide egy híd kell. De hát azt mondta, hogy nincsen, a múlt héten azt mondta, hogy nincsen se jó, vagy most csak fogkő lesz, és nem, sajnos sokkal nagyobb van, és csinál magának egy havi melót előre. De a hidat oda tudsz tenni, ahol baj van. Tehát ha nincs baj, akkor ő csinál? Ezt a négyet ki kell kapni. Burjánzik a kor. Igen. Kinek volt jó dekoltázsú, igazán komoly fogorvosnője? Tehát behajolt a szádba, és
kész voltál, nem volt ilyen? Nem, itt van, nagyon sokan írják. Volt. Az én fogorvosom vicceket mesél, hogy kitártsam a számot, írja Balázs. Az én fogászom dekoltással zsibbaszt. Profi fiatal nő, gyönyörű. Nekem férfi fogorvosom van, neki nem rossz a dekoltázsa, de annyira nem. Annyira nincs öreg jó. Neked volt? Volt. Az STK-ban is volt, és egyébként nagyon dekoratív a mostani doktorünk is. De ez a klasszik, ez mint amikor Michelle Wilde így fehérbe öltözik, tehát az a... Igen, és egy hatalmas vörös kereszt van itt a fityulája. és a szomfix kivillan a fehér köpeny. Hello, Jani. Egy kis fogkő. Hova tettem azt a fúrófejet? Csak nem itt van lent az alsó fiókba. Nem jön ki segíteni. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hello, Viktor. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Viktor. Olyan vagy, mint egy ilyen pervers fogorvos. És az. Te voltál? A sztorid van, vagy fogorvos vagy? Nem, most voltam. 2-3 napja voltam. Na, friss az élmény. Erről így van, friss az élmény. Annyit kell tudni, hogy a házunk aljába rendel Ida néni. Nagyon kedves, aranyos, kicsit idősebb hölgy. És hát édesanyám mondta, hogy nyugodtan menjek le oda, mert profi. Hát voltak azért félelmeim, na mindegy, lementem, és elől kilukadt egy kicsit a fogam. Nagyon rég nem voltam fogorvosnál, tehát a félelem az megvolt, de Ida néni nagyon kedves volt, és mondta, hogy hamarosan jön az asszisztense, és akkor majd együtt fogják csinálni. És hát el is kezdtem, megérkezett Marika néni, és... Az volt, amikor már elzsibasztottak meg, már mindent csináltak, akkor elkezdtek sztorizni. Marika néni elkezdett, hát ez a tipikus magyar mentalitás, egy kicsit tudott, panaszkodott, hogy jaj, hallottad, mi volt idukám, hát a földrengés Indiában, meg a Pista bácsinak megbetegedett az unokája, és ez és az. És hát akkor kezdtem megijedni, amikor van ez a UV-lámpa, tudod, amivel világítanak. Igen, az a... igen. Igen, és akkor már beraktak mindent, és akkor mondta az Ida néni, hogy na, Marika, gyere, hozd az UV-lámpát. Jó, jobb kettő vertikálisan. Marika, vertikálisan, jobb kettő, mondom, vertikálisan, az horizontálisan van, de úgy tartsd a lámpát, főfele tartsd. Óriás. Ők ügyesek lehettek akkor. Igen, nem, de amúgy minden tiszteletem az őkért, mert tényleg nagyon szépen. Mit csináltak végül? Nagyon jó lett, tökéletes lett, nem látszik semmi, úgyhogy nagyon-nagyon szép lett, de azért ez aranyos volt. Tehát akkor egy kicsit leizzadtam. Ezek szerint a doktornő egy betanított asszisztenssel dolgozott együtt? Így van. Nem volt ilyen, hogy aztán, na ha ezzel végeztünk, kötök neked egy szép csokrot, vagy nem. Nem, de nagyon aranyosak volt. Köszi, hogy elmondtad, Viktor. Nincs, mit szép. Köszi, csáó, előröm. Nem, horizontális, nem vertikális. Vertikális, nem horizontális, ne így fog, ne úgy, nem az övé. Na jó, hagyjuk, akkor inkább én csinálom. Ezt az SMS hallgast. Nálam nemrég, amikor voltam fogorvosnál, a fogorvos majdnem magáévá tette az asszisztensnőt, miközben van férje. Fél órán át néztem és hallgattam, hogy kitalálják ketten, mit hazudjanak otthon. Jaj, de jó. Tehát csinálgatják a fogad, de közben megdumálják, este, hogy gizike. Gizike, este, igen, mit mond ez a feleség, mit mond ez a férjed? És közben ott neked a bal hatost éppen masszívan gyökérkezelik, azért azt sem megnyugtató. És aki ne rögjön. Az én fogorvosom magázza az asszisztenseit. Tehát ott rend van, fegyelem van. Ott nincs ilyen barátkozás. Hát vagy nem ismerik egymást. Vagy minden nap. Vagy minden nap úgy van. Na jó. Kérdeztetem, hogy maga mit keresi? Ki van vattázva a szád? Igen. Aha. És kérünk egy kis levegőt. Jó? János, arra kérem, hogy most fontos, hogy ne menjen nyál a szájába. Meg fogom fújni levegővel. Jó? Szeretném, ha nem nyálazná össze a friss tömést. Nem fog fájni, doktornő. Nem, ez csak levegő. Jó? Jaj, már hat az érzésen, doktornő. Már fúrás után vagyunk. Fúrás után vagyunk, mit hat az érzést? Te hülye, már levegővel fújom, már ne vagy tömbbe. Doktor úr, legyen szíves, ne térdeljen bele a helyénbe, miközben rám hajol. Hogy jobban térdeljen. Doktornő vagyok. Most doktornő vagy. Doktornő, csúszom fejbe, kicsit is mozogjon. Na, megy a levegő, jó? Megy a levegő, jó? Nem kell félni, ez nem fúrás, csak levegő. Nem kell félni, csak kell félni. Jó, voltam, doktornő, parancsolj. Na, figyelj. Nem jó a nyomás. Elnézést, kicsit pumpálok rajta, kicsit kicsi a nyomás. Jól van még, János? Vissza tudok jönni szerdán. Na, adjunk neki. Na, hajam is lobog. Másik oldal.
Azt sem lejártam az egyik tampont. Ez itt a Morning Show. Folytatjuk orvosos témánkat, mert ez a fogorvosi téma, ez rendkívül nagy siker volt, ugye talán csütörtököt foglalkoztunk ezzel, és rájöttünk, hogy még van egy csomó olyan doki, amikor az ember kiszolgáltatott, és izgulva megy oda, de hát muszáj. Férfiaknak ugye ilyen például hány év felett? 40 év fölött? 50? 40 év fölött, már mondjuk 40 év fölött. Az urológus, ugye például? A menedzser szűrés. A menedzser szűrés, amire hát kénytelen vagy elmenni, és ott mindenféle rossz dolgok történnek veled. A nőknek pedig ugyanilyen kiszolgáltatott, de hát ők már ezt egészen fiatalon átérzik, ugyanilyen kiszolgáltatott helyzet. A nőgyógyász, amikor is nem mindegy, hogy férfi az illető, vagy nő az illető, bár a legtöbb esetben egyébként férfi a nőgyógyász és férfi az urológus, ugye? Hát ez az. Hm. És kinek milyen tapasztalatai vannak ezen a téren? Kinek mit csinál, mit mond, milyen szokásai vannak a saját nőgyógyászának? Furcsa, nem furcsa, beteges, nem beteges. És milyen, amikor a férfiak urológushoz mennek, ugye tudjuk nyilván, de ott is találkozik különböző habitusú orvosokkal. A gyengéd, a kedves, a mogorva, a durbele, a semmi előjáték, azonnal nézzük, amit nézni kell. Tehát hát, tulajdonképpen ez a két nagy orvoscsoport van, akihez ugye előbb-utóbb mindenki eljut. Vagy azért, mert nő, vagy azért, mert férfi, de menni kell. Úgyhogy ezzel a témával foglalkozunk, várjuk a tapasztalatokat. Na, urológus, nőgyógyász, ugye hát ez is mindenkit érint. Így van. Csütörtökön foglalkoztunk egy olyan témával, ami hatalmas siker volt, mert mindenkinek van fogászati élménye. Vagy azért, mert elküldték, vagy azért, mert elrángatták, vagy azért, mert jár magától, vagy igénye van arra, hogy szépek legyenek a fogai. Mindenesetre rengeteg hozzászólás jött már a téma lezárása után is, hogy kinek milyen a fogorvosa, mit csinál, mit mond, milyen szokásai vannak, jó fej, nem jó fej, meleg a keze, hideg a keze, jó csaj, pasi, szemez, csajozik, pasizik, mit csinál. És arra gondoltunk, hogy ezt a témát tovább visszük, mert hogy nyilván ez is egy mert ilyen... Van egy speciális fogászati eljárás, amit a végbélek keresztül. Igen, ezek ilyen nagy kollektív tapasztalások, és az a jó, hogy ez tényleg minden emberre érvényes, ez mindenkit összeköt, vagy azért, mert fél tőle még nem volt, de majd kell menni, előbb-utóbb nem utca meg, vagy azért, mert gyűlöl járni, de minden hónapban, vagy fél évente legalább egyszer el kell menni, vagy azért, mert nő, vagy azért, mert pasi, de előbb-utóbb ugye ezek a kollektív élmények, hát rájuk is vonatkoznak, mindenki átéli. És ilyen a következő nagy témánk, vagy a csoport ugye, az urológus kontra a nőgyógyász. Hát ez két olyan dolog, amit szerintem a nő nem akar nagyon megélni, a pasi se, de muszáj. Ugye? Tehát el kell menni, túl kell rajta esni. A pasiknak egy adott kor fölött, a nőknek már egészen fiatalon. Legalább fél évente vagy egy évente minimum egyszer el kell menni. Hát vagy nem kontra, hanem és. Hogy akkor érted, aki ez például mondjuk így tandembe nyomja, hát ő aztán halmazza az élvezeteket. Tehát urológus és nőgyógyász. Tehát az már az extra. Ide, tudja. Onnan indul, hogy az ember laikusként azon gondolkodik, igen, le kell venni a nadrágodat. Laikusként azon gondolkozik, hogy még a nőgyógyászt egyébként meg is érted. Ugye, mondjuk egy szülész nőgyógyász, hát abban azért nagyon-nagyon sok szépség van. De hogy az orvosi szakmának annyi szép ága van, meg leágazása, meg hát egyáltalán, szóval, hogy annyi felé tendálhat az ember, amikor választhat. Hogy miért pont? Hogy például ez az urológia, ez azért ez nekem egy nagy rejtély. Hát volt még patológus lehet. De ha tényleg egyébként annyi irányba mehetsz, hát elvégzed az 5 év általánosat, és akkor utána gondolom már valamerre tendálsz, valamit tetszik, valamit szeretnél. Tehát ez az urológia, ez számomra egy óriási rejtély. Hát biztos, hogy jobb a túl a pénz. hogy golyókat emelgetni, blendébe nézni, ugye? Hát szóval, hogy nem tudom, az ember azt gondolná, hogy azért ennél vannak nemesebb dolgok az orvoslásban, mint hogy te például urológus legyél. A nemes nyilván... szerv ez is. Tessék? Azt mondjuk rá, hogy nemes szerv, úgyhogy ennyi hát ez, szerintem ez olyan, mint a családügyvédjének lenni, vagy pedig amit tudom én, egy svájci bankszéfet őrizni, és, mert akkor rád bízzák a legnemesebb értékeidet, érted? Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a urológusod az a bizalmasod is egyben. Aha. Összejársz az urológusoddal? Nem. Tehát a vizsgát után nem megyünk át egy kávéra. Nem, de hogy elvárod tőle, hogy tisztelettel, megbecsüléssel, tapintattal és távolságtartással közel legyen a legbecsesebb értékeny. Kinek hiányzik még az élmény, őszintén? Tehát kinek nem volt még hármunk közül? Tehát ez a klasszikus... Túl vagyunk. Nem rajta. Tudok ilyet. Mindenki? Nem tudok ilyet. Túl mutatni. Vagyunk. Mind a hárman? Igen. Tényleg? Igen. Mert én meséltetek képeket is mutatták. Igen.
Én megörökítettem a nagy pillanatot. Rajta, de én keresem az igazit. Tehát keresem igazit. Az a bajom, hogy férfi az enyém. Az a bajom, hogy... Tudod, hogy nagyon-nagyon kevés női urológus van. Szerintem egy kezünkkel meg tudnánk számolni. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy miért nem egy női urológusnak? Tehát a férfiként te nemes dolognak tartod azt, hogy ilyen típusú betegséget gyógyítsál, mint ahogy egyébként a legtöbb nőgyógyász is férfi. Ritka a női nőgyógyász, nem? Tehát ezek ilyen... Mert állítólag a nők nem szeretnek nőhöz járni. Ezt én el sem tudom képzelni. Bármint azt, hogy én... Igen? Azt mondják, én nagyon sok nőtől ezt megkérdeztem, hogy az jó-e, hogy egy férfi vizsgál meg. Nőgyógyászatilag azt mondták, hogy nem jó, de az, hogy egy nő, az ki van zárva. Tehát, hogy egy nő nyúljon oda, nézze meg, az nem. Egy férfi. Na, ezt például én urológusként nem tudom elképzelni. Tehát én mindig nagyon örülök. Mindig nem szakosodtál. Urológusként nem tudom elképzelni. Igen, doktor vagyok, közben elvégeztem, csak nem mondtam. Nem tudom elképzelni, hogy egy nő legyen az urológusom. Urológusom, ez az újság, mire nem tudom kedvenc. Hát pékségem lenne, hogy minden héten oda járok, tehát hál' Isten nem kell. De számomra sokkal megnyugtatóbb, hogy valaki olyan van ott, aki ezt már szintén átélte, aki dob egy együttérző mosolyt, mert csattan a gumikesztyű, rád néz, kicsit dörzsöli a kezét, érzed, hogy már melegíti. Aha. Mint hogy egyébként egy nőnek, tehát én nagyon nyomorultul, a méltóságod ott vagy, vagy levetkőzél, toporogjál ott, fellépél a kis sámira, rádőjél az ágyra, és közben vidáman elbeszélgessetek arról, érdekes, hogy mondjuk mi volt a tegnapi műsorodban. De hát... És mindezt egy nő csinálja meg veled, érted? Tehát, hogy sokkal megnyugtatóbb a pali. Nem. Érdekes. Nem, hát én is jobban örülnék a nőnek. Bocsánat, doktor úr. Hát persze. De mire a férfi van valami, hogy megerőszakolnak? Vagy hogy egy ilyen férfi... Igen, hogy egy férfi kéz hatol be. Érted? Tehát, hogy egy kedves, aranyos női kéz. Engem ez valahogy megértő. A nők megértőbbek, mint a férfiak. Tehát, hogy odamész, lehet, hogy én voltam rossz helyen, férfi, jó, a hajója, jó, paf, már benne is volt, érted? Azt se tudtam, hogy kapaszkodjuk az átszélébe. Hogy a nő az anyaság miatt is egy megértőbb ember, szerintem. Igen. Értsd meg, Feréd Balázs, az ő doktora egy kicsi, alacsony, nagy szemű, nagyon szereti az M&M's cukorkát, állandóan hazavágyik, és hatalmas mutató. A vége. De nem egy pali, azért az valahogy mégis úgy van, hogy ő talán ezt így átérzi. Semmi vagy kedvesebb, de most egy nő ott megemeli a golyóidat, érted, kicsit ott úgy megnyomkodja, hogy jó, oké, nincs viszértágulat, minden rendben. Azért egy középsugarast, Feriké, majd ha legközelebb jön, akkor reggel egy középsugarast adjunk már le, mert néznék egy kis fehérjét, meg nem sokkal tudom. Inkább majd csattan a gumikesztyű, és egyébként egy még az is, tehát egy tök jó nő egyébként, nem? Így van, az összájából valahogy... sokkal jobban hangzik az, hogy néznék egy kis fehérjét. Igen, néznék egy középsugarasat, kedvenc Ferenc. Én nem tudom. Én nekem az is fura, hogy a nők azt mondják, hogy a nők előtt. Ez nem a nők előtt, én ezt nagyon sok nőtől megkérdeztem, akivel vagyunk ilyen viszonyban, meg ez valahogy előkerült. Miért beszélgeztél? Én szeretem. Hogy én ez mindig szeretem a... Sziasztok, várjunk egy kávét. Figyeljetek! Amikor urol, vagy mi az, nőgyógyásznál vagytok, akkor inkább... Tehát, hogy lehet, hogy csak én voltam rossz helyen, de nekem olyan fura volt ez az egész szituáció. Levetkőzöl egy férfi előtt. Nem szoktunk férfi, tehát, hogy mi se vetkőzünk le itt reggelente egymás előtt. Nők előtt vetkőzöl le, a feleséged előtt most már. Érted? És akkor ott egy férfi előtt vagy kiszolgáltatott, a nő előtt nem. Na olyan. De ha én például nő lennék, és egy jó csaj lennék, és elmennék egy férfi nőgyógyászhoz, hát azért egy férfi nőgyógyász, értem, hogy a most szakmá... megcsavartam az most nagyon-nagyon csavartam rajta. De egy nőnél nem gondolod azt, vagy tehát most én csak feltételezem, hogy mi jár egy nő agyába. Elmegy egy nőgyógyászhoz. Most ott van egy pali, meg ott van egy fiatal csaj. Hát az... Érted? Hát most érted, mit akarok mondani? Tehát mi van akkor, ha a pali dokinak, egyébként, vagy a nő azt érzi, hogy ő bejön a dokinak. Érted? Aha. Tehát egy női dokinak te kevésbé jössz be, nem? Míg te elmész nőként, ott van mondjuk egy 40-es pali, aki egyébként kicsit jóképű, te is jól nézel ki. Ott nincs ilyen mellékzönge. Tehát, hogy amikor tényleg azonos neműekről van, ott nincs mellékzönge. Igen, tehát, hogy én nem nőként érzed. Félnék attól, hogy mi van, ha mondjuk ennek a pasinak, aki egyébként nőgyógyász, és nyilván ez a szakmája, és nem úgy tekint rád, és örül, ha néha arcot lát, tehát oké, de hogy közben meg neki mondjuk kicsit tetszel. És akkor azt mondja, na, hát akkor... De nem mondja, fekügyünk. Hát ő egy orvos, nem csajozni. Értem, csak hogy nőként talán, ha egy nő van bent, akkor, de a legtöbb nő tényleg azt mondja, hogy jobb a pasi, csak fura.
Valószínűleg pont ezért, hogy azonos nemű előtt nem jó kitárulkozni. Aha. Lett légyen ez bármilyen nyílás. Nektek kötelező vizsgálat volt, vagy csak hobbiból? Vagy küldtek? Ne, vagy ne, volt egy ilyen, volt egy szabad órám, gondoltam, megújasztatom magam. Két választása volt, eszik egy sütit valahol, vagy a beállást. Az önszántából úgy értem, hogy például valaki preventív jelleggel, ugye elmegy prosztata masszázsra, mert azt tudjuk, hogy egyébként baromi kellemetlen, és hát a méltóságodat tényleg otthon kell hagyni, viszont baromi egészséges. Is nem. Lehet. Egy sajgásnak mentem utána. Egyébként tényleg. Volt egy kis sajgás? Volt egy kis sajgás, és akkor gondoltam, hogy megnézhetem, mert mondom, hogy veszélyeztetett korban vagyok, akkor tényleg éljük már át ezt a fantasztikus élményt, amikor odajön egy gyakorlatilag 40-es alkarú talpig szőrös, egyébként nagyon szimpatikus, szemüveges kopasz doktor úr. Odajön, és akkor így elkezd egy kicsit így matatni a dolgokat, felemeli, lerakja jobbra. De volt ez a Ferinek, ez a kicsit homofób élmény, hogy azt hiszed, hogy megerőszakol egy férfi. Tehát, hogy nekem például ez egyáltalán nem jött ez, vagy nem jutott eszembe. Nagyon-nagyon kultúrált. Az milyen nyomorúságos és kiszolgáltatott pillanat, mikor így támaszkodsz ugye a kis ágyon, nem? És állsz a sámlén. Tehát akkor veled bármit alá lehet irattatni, vagy meg lehet fogadtatni, nem? Ott már érzed, hogy jön aminek jönnie kell. És akkor rádöltél a kis ágyra? Igen. De a kis kapuc is felsőben? Nem meséltetett egyetlen percet sem a műsorunkról. Csak rólad kérdezett végig. Én voltam olyan helyen, ahol nekem közben kellett dolgokat mesélni. Igen, de az egy másik. A mondat, lazuljon el. Igen, lazuljon el. Hogy? Hát jó, hát neki a századik, ő már mit izguljon. Ilyenkor neked asszisztens volt bent? Csaj asszisztens, nem? Egyedül volt. Kiküldte az asszisztens. Tehát ha hagyta, hogy nem akart, hogy a méltóságodat is teljesen elveszíti. Kartikám, ezt inkább ne lássam. Ezt inkább ne nézzem. Erre még nincs. Miért van az, hogyha ilyen helyre mész legalább egy jó csaj ül bent? Az miért van? Én mindig azon imádkozom. Sokszor mondjuk nem kell. Ketteske, jön a Balázs. Itt van Balázs. Itt van. Ki nem láttam én. Gyakornokok. Na például ilyen még nekem nem volt, azt el sem tudom képzelni. Amikor így fekszel a sámli rádőlve arra a kis ágyra, amin ugye ott van ez a kis nejlöm, és mondjuk két gyakornok is belenéz a blendébe. Olyan nektek volt? Nem. Ez nagyon sokan mondják, hogy közben bejön egy gyakornok, kicsit teljes belenéz, kicsit csoport. Megvitatják, azért jön egy tízes csoportot, azért nekem elmaradna a paraszolvencia. Nem? És jó, gyerünk, oké, maga végzett, kollégina most ön jön, igen. Ne szégyelje, ő is ember. Picit mozgassa meg benne. Jó, oké, húzza ki. Következő. Köszönöm. Maga már kétszer volt? Igen. Ott milyen bosszút kapnék, gondol be. Ott mi lenne. Anna? Volt gyakornokod? Volt, képzeld el. Nőgyógyásznál? Nem fogorvosnál. Mikor tavaly kimütötték a bölcsesség fogamat, akkor egyetemisták nézték, mert annyira bonyolult eset voltam. Azért az se kellene. Igen, de azért az kevésbé méltóságon aluli, nem? Hát, tehát az, amikor ott vagy felfekve, én nem voltam még egy nőgyógyászati székbe, de hát így belerakod a lábad ebbe a tartóba. Igen, nem? Ez így van. Azért ott megjön egy hatos gyakornok csoport, azért nem csapsz a levegőbe. Tök mindegy akkor már egyébként. Mindegy? Tényleg mindegy. Annyira kiszolgáltatott helyzetben vagy, hogy szerintem mindegy. A fogamnál csak addig zavart, amíg oda sorakoztak a fejek az arcom köré, utána már azt mondtam, hogy legyen, aminek lennie kell. Mindegy. A fogászat a múlt heti témánk, hogy popsin keresztül műtötték ki. Ezért ritka szemműtét volt végbélen keresztül, multioptikus pilloktómia. Kinek a karja? Mondjuk egyébként nagyon jó képű volt a fogor, a szájsebész. Egy igazi, fiatal, én meg is lepődtem, hogy ő az, mondta, hogy 8 éve van a pályán, mert látta szemembe a kérdőjeleket. Nem tudtam, hogy ő fog műteni. Bementem, és egy nagyon jó képű pasi ott mászkál. És milyen a nőgyógyászod, jó? Nagyon jó. Nem jó képű. Van különbség női meg férfi között? Nincsen. Jó orvos van, vagy rossz orvos. Én voltam nőnél, meg voltam férfinél. Aha. És jobb tényleg férfihoz menni, amit a Feri mond? Igen. Igen? Igen. De miért? Ez olyan nem fura. Nem tudom, én a nőt hagytam ott a férfiért, és én jól érzem magam a doktor úrnál. Nőt hagytam ott a férfiért. És jól érzem magam a doktor úrnál. Igen. És soha nincs olyan, hogy egy nő, vagy egy pasi nőgyógyásznál azt érzed, hogy nem betegként, hanem nőként néz rá. Azért, nem. Ha ilyen átélt már valaki, írja meg nekem, mert azért annál szerintem nincs kellemetlen, amikor végigmér. Vagy mikor látod a szemén, mert ő is ember, hogy egy pillanatra mondjuk bejössz neki, és utána kell fölfeküdni az asztalra. Azért az nem egy egyszerű. Ilyenben nem volt részem, olyanban igen, hogy 18 éves korom, amikor anyu beajánlott az ő nőgyógyászához, kiderült, hogy ilyen Udo Brinkmann-szerű pali. Egy Sasha Helm volt, ott egy Playboy? Akkor elmentem haza. Hát én azt hiszem, hogy anyu viccel. Kijött a doktor úr, mondta, hogy ki jön következő, behívta a hölgyet, mondom anyunak, hogy ő a... De mi fiatal volt és jó képű? Hát nagyon.
hát bitang jó képű volt, és én voltam 18, és mondtam, hogy elolvadtál? Elolvadtam, és mondtam, hogy ki van zárva, hogy bemenjek. Na, ott, én, ott elmentem haza. És mondtam, hogy... És megkérdezted, hogy anyukád miért jár hetente? Ugye, az nem volt gyanús? Mama, értem, de 6-szóra vagyunk itt ezen a héten. Jó orvos, hát aztán föl se veszi, hát aztán ne viccelj, mám, van apukája? Mondta, hogy van. Akkor én mondom, mennék hozzá. És ez egy 60-as bácsi volt. Na, az egész család, ott van egyfajta elhivatottság, igen. Azért nem az egész család olyan nőgyógyászat. Igen, igen, így van, ő a fia volt, és én mentem apukához. Tehát én elmentem akkor haza. És apuka is ügyes volt? Apuka is ügyes volt, de én inkább nála voltam. És aztán bejött a fia, gyere fiam, gyakorlat. Igen, és ott mesápadtam. Nem, de az tényleg, az nem, nem. De akkor még halvány kis fiatal lányka voltam. Most már nem értek. Ma már bemenni. Ma már bemennék. Jó napot, doktor úr. Már fel is fekszem az ágyra. Anna, nem kell, hát ez most csak egy vizsgálat, egy kontrollja jött. Megjöttek a véreredmények, nyugodtan öltözöm vissza. Igen, nem kell mesztelenre vetközni. Igen. Egy konzultáció. Hát igen. Nem. Na, akinek van női urológusa, írja meg, elmegyünk a Janival. Közösen. De ti egy kicsit ilyen homofóbok vagytok. Hogy féltek mert van egy ilyen szexuális indítatás, hogy a férfi turkál benned, és akkor most ő mit gondol, még te mit gondolsz, nektek van valami ilyen fura. Igen, nagyobb baj, hogyha te meg a szereted, tudod? De nem szeretem, de bennem egy nő ne turkáljon, és láttam a múltkor a széfet, Balázs. Szerintem a négyesben volt. Na, nézzük, mi van itt, kukucs. Hát azt el sem tudtam képzelni. Nem, egyetlen vagyok homofób, egyszerűen csak arról van szó, én nagyon tisztelen, nagyon becsülöm a doktorod, de soha nem beszél a pecsét gyűrűjét. Hát, akkor oda mennék én is szívesen. Ez itt a Morning Show. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello, Norbi, jól mondom? Zoli. Zoli, hello Zoli. Zoli, honnan hívsz minket? Zalaegerszeg már. Zalaegerszeg. Jó kis Zalaegerszeg. Mit csinálsz ott? Tésztát csomagolok, nem messze. Sok tojásos, vagy milyen? 8. 8 és 4. Igen, mondjuk az is lényeges, hogy mennyi lisztet teszed a 8 tojást, mert ha ugye egymás a lisztben van a 8, akkor az nem de sok. De van benne 8 az nem. Igen. Végülis nem hazudtál 8 tojásos, csak abban 4000 csomag. És ezt csomagolod? Így van. De azt hittem, ezt már ilyen gépek csinálják. Bele az acskót, fóliát, két leragaszt, hogy ezt még te ilyen kézi erővel? Tényleg? Igen. Ez ilyen kis vállalkozás. Ilyen karácsonyi mintás tésztátok van? Nincsen sajnos. Az mennyire cuki pedig. Karácsonyi mintás tésztát? Aha, hogy ilyen kis fenyőfa van benne, meg kis csillagocska, meg hópehely, meg ilyesmi. Hát ti is imádtatok nyilván a betűtésztát. Én például megőrültem itt a gyerekkoromban. Elolvastad a levest? Igen. Összeraktam belőle. Nagyon finom volt, piroska néni. Akkor mi nem etted meg? Ja, igaz. Én sose voltam erre betűtésztára rágerén. Nem csípted? Nem értettem, hogy ennek mi a lényege. Hát fogod kanállal, berakod a szádba, és tehát, hogy csak a C betűt eszed meg, vagy nem szereted a D betűt belőle, vagy válogatos vagy, és kihagyod az A betűt? Vagy izgalmasabbá tette valahogy így a nevest. Soha nem szerettem. Van még ez a betűtészt a dolog? Van még? Van, persze. Tényleg? De mi például nem gyártunk olyat. Nem csináltunk. Köszönöm, hogy nincs. Anna, azt érdekel, hogy van kuki alakú is? Bizony. Nem, mondd már. Kérlek, de halál komolyan mondom neked. Úgy néz ki, hogy van a kép Goisli, igen. És elől pedig hát a hímtag. Hozok neked, esküszöm. De miért van nálatok ott, ha ilyen? Van kuki alakú. Kikívánja. Zoli, csak ezt megbeszéljük, nem felejtünk el. Bocs, csak mindjárt, csak ezt nem értik, hogy a felégnél ki igényli ezt a dolgot. Kuki alakú mindenki. Mindenki. Van ilyen, tényleg. És akkor a metszeti képét látod a tésztából, tehát csövet nyomnak ki belőle. És akkor Béka úgy jelzi, hogy fölrak egy ilyet a nyelvér, és nyújtogatja a tévé előtt a nyelvér. Éltetni a gondolok fejét. Hogy hozzak még tésztát, drágám. Sok tejfőlel. Én nem is találkoztam. Fiek, köretnek tökéletes, hogy zavarba hozzad a családtagjaidat. Nekem volt, hogy csak ez volt otthon, mert ajándékba kaptam, és ezt kifőzöd, pörkölt mellé. És ez mekkora? Olyan, mint a betűtészt, ilyen pici? Nem, az enyém akkora, körbe. Mint a... Igen. Igen. Nem, Zoli, ilyet csomagoltok? Ilyen kuki alakult? Nem. Ezt nem hiszem el. Ez a karácsonyi ott a péniszpaszta. Bár lehet, hogy bele kéne vágni a vizet. Konkrétan az a neve, hogy péniszpaszta. Nem lehet mindenhol kapni. De felaprított, mielőtt oda viszed a gyereknek. A gyereknek nem. A gyereknek nem főzök. Neki marad a betűtészta, neki nem. Várja, kicsim, jaj! Igen, nehogy meglássad egy ilyet. Hallottál már erről, Zoli, hogy ez létezik? Vagy tudtad, hogy van ilyen? Nem. Ugye, hát ez nekünk is, én sem tudtam. Na mindegy, jó, tényleg úgy. Jézus Mária. Oké, Zoli, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Berú néni, figyelj! Hát
hát ez megfejtetetlen, hogy mit csinálnak. Végül a tévé a adásnak. Igen, igen, elaludtak a tévé mellett. Mutatjuk, mit énekelnek. Oh. Hajnalban még a napig van. Igen. Jaj, igen, ez a dal címe, jó, azt hiszem. A világból ki lehet üldözni ezzel a dallal. Oh. Jézusom. Pedig a pénit kedvelem. Diszkós, legyőző. Nem, annyira negédes valahogy az egész. Ugye, ilyen nagyon balzsamos. Fúj. United, United, az, ugye? Az. Ők már nincsenek? Hát most kezdtek el újra játszogatni, én azt hiszem. Nagyon jó zenészek a Péli, szerintem. Nagyon énekes, de valahogy... Zoli, nagyon ügyi vagy. Köszi. Bocsánat, hogy így most egy, talán egy leheletnyit kevesebbet foglalkozunk veled, mint hallgató, de ez a betűtészta kicsit itt felzavartál. Igen, bezavartál a tészta csomagolásoddal. De hogy ez jól szereted a United-et, hogy miért ment ez ilyen jól? Ja nem, de hogy is. A régebbi zenéket azért elég sokat hallgattam. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot neked, jó? Ügyes voltál? Oké, köszi. Ciao. Hello, sziasztok, szép napot. Azt hallotta az Anna, csak mondom, hogy miket írogat nekem az üzenőfalamra, hogy mondtam, hogy a pénit kedvelem, ő azt mondta, hogy azt hallottam, hogy a péniszt kedvelem. Igen, Anna, kedves hallgatóink, szeretem a péniszt. Tök fut egyébként. Szeretem a péniszt. Nem, ez a sztori, ez nem rólad szól egyébként, Balázs. Én megmondom őszintén, hogy egy picit furcsának találom, hogy ennyire rá van gyógyulva erre a témára az Anna. Tészta is náluk van otthon, ilyen, tehát ő ismerte. Farok alakú tésztát esze, azt hallod, hogy szeretem a péniszt. Nem is értem, ilyen mi a karácsony, van? Mi? Elutazott a Peti, és nincs aki kezelgesse, vagy mi a péni helyett péniszt hallani? A december nálad erről szól. Karácsonykor, mint a nyulak Anna. Ha csak a december szólna el. Valaki kapjon már el, lehetőség szerint a Péter, de hát ha nincs más, akkor valaki legyen boldog. Karácsonyra súna tésztát, súna pasztát. Na várjál, meg közben megnézegettem, állítólag van cici tészta is. Na igazán, na, az viszont, hogy na. Van cici tészta. Na. De az hogy néz ki? Hát egyébként megértem, tehát most akkor a férfi társaim nevében érdek kuki tészta van, akkor legyen cici tészta is. Már nézem. Ott van, Jani. Tényleg van. Ott van a cici tészta. Ugyanattól a cégtől egyébként. Az mitől cici tészta? Oldalmetszet? Hát egy rendes kerek cici tészta. Igen. Tényleg. Na? Hát egyébként ez, bocsáss meg, nézd ide. Hát ez akár zacsi tészta is lehet. Elég érdekesen néz ki. De téged húznál a karácsonyra, már tudnám itt benne egy zacskó tészta. Búzenpaszta. Ez a nev. Búzenpaszta. Búzenpaszta, igen. Hallottátok az új Norbi dalt? Igen. Olyan hogy ne hallottok volna. Hát nem, de nem tűnt fel, hogy most már gyakorlatilag két napja, hogy valahogy így árad belőlem. Állat belőlem a szeretet, sokkal érzékenyebb vagyok, sokszor elsírom magam, könnyes lesz a szemem. De ezt láttam, csak nem értettem, hogy ez minek köszönhető. Nem a karácsony, ez Norbi új dala. Norbi új dala, illetve nem is új, hanem az első. Tehát tulajdonképpen az első dala. És reméljük utolsó. Ugye, ha valaki nem tudná, Sóbert Norbi írt egy dalt, vagy énekelt egy dalt Rékának, és ezt megosztotta, vagy föltette internetre. Az internetre, de azért figyelt rá, hogy ne lehessen kommentelni. A Féltelek című. Tényleg nem lehet kommentezni? Nem lehet, és lájkolni sem. Na, lehet. Ez a Féltelek című dal, amit ugye Váci Eszter meg Beri énekelt annó, és minden rádió nagyon játszotta, és szerintem ez tök cuki, hogy énekelt. Én nagyon imádom. Mm. Komolyan. Most mi van? Most olyan. Miért néztek ki? Olyan én semmi, csak néztek, hogy kíváncsiak, hogy hova akarsz kiukadni. Se, ide. Szerintem egy férfinak igenis lehet ilyet csinálni, hogy énekel a feleségének egy dalt, ami szép szerelmes. Nekem nagyon hiányzik belőle egyetlen dolog, természetesen a másik szólam, mert ahogy Feri is mondta, azért ez egy Váci Eszter Beri duett volt, és így hiányzik belőle a másik, hogy hát ha ő tud énekelni. Tehát, hogy így kellene vele. Technikailag, ha nézzük a technikailag? Dolgot, technikailag aha. Van egy autotuner nevezetű szerkezet, ezt arra használják, hogy a pontatlanságokat kihúzza. Azt nem eresztették rá erre a dalra. De ez ettől függetlenül is aranyos, szerintem. De az üzenet az nagyon szép. Már milyen üzenet? Hát milyen az üzenet? Szereti a Rékát. És azt így kell? Vagy ez jó így? Vagy? Szerintem tökre jó. Igen? Igen. Igen. Miért nem merné vállalni egy férfi azt, hogy szerelmes a feleségébe, a Rékába? Belehallgatunk? Én nagyon szívesen. Szerintem véteklenen nem belehallgatni. Akarsz egy véteket is? Berak meg kefirt és szamócát, szívesen berakom neked.
Norbi énekel, ez szenzációs. Mi a klip, mert azt én nem itt még zene. Családi albumból összevágott ilyen gyerek. Az ő életük meghatározó pillanatai. Igen, mindig ülnek a Porsche-ban. Aztán kiszállnak a Porsche-ből és visszaülnek. Visszaülnek az Audi-ba. Amikor látják, hogy nem az övék, mert hogy nem magyar rendszám van rajta. Ne figyelj. Nem. Nagyon jó, imádom. Elrejtőztél még, nem láttalak, nem voltál velem. Ne rossz már, Jani. Ja, bocsánat. Még velem, még nekem. Hogy? Nagyon halk, az nem tudok rá többet tenni. Nem baj. Úgy akartalak, úgy akartam azt. Ez még itt a könnyebb rész, mert jön amikor kicsit. Várjál, ez még semmi. Megtaláljalak. Refén van? Itt vagy velem, tudom és érzem. Nem kell semmi több már nekem. Csak az autó. Szeres ölej mindig úgy engem. Szóval nem egy szólnoki Peti azért, nem? Azt megállapítatjuk, várj, be jó nem ráadtam, hogy rondán néztél. Ahogy most ölellek én, olyan jó. Mit csinált a bárány? Ő a szakma. Na, hát ez tehát Norbi dala. Na. És ez milyen apropóból énekelt a Rékának? Egy ilyen romantikus vallomás volt? Igen. Karácsony előtt már készülnek a szeretet ünnepére, gondolom. Meg szerelmes egyszerűen. És ők nagyon sok éve együtt vannak, tolják együtt a bizniszt. És hogy jön ez most ide? A csúnya anyagiakat miért kellett ebbe tolják együtt a bizniszt? Most miért kellett betem a csúnya anyagiakat? Hogy sokat dolgoznak. Nyomós év amellett, hogy együtt vannak, hogy tolják együtt a bizniszt. Sokat dolgoznak, érted? Mind az ügyvezető igazgató úr és hogy hívják, a csendes társ. Na de, hogy mit gondolnak erről a nők, meg a férfiak önmagában? Ez egy romantikus dolog. A nők elérzékenyülnek. A nők ezen elérzékenyülnek? Mert hogyha lehalkítod, akkor és csak a képeket nézed, akkor azt látod, hogy van egy szerelmes férfi, és hogy az ő életüknek egy csomó meghatározott pillanata ott van a klipben, és ezzel a részéről én megmondom őszintén, hogy maximálisan tudok azonosulni. Tehát, hogy ez nagyon kedves, nagyon szép, és tudom, hogyha Réka helyében lennék. Igen, akkor ja, várjál, nem, fel akarok ébredni, nem, ez már egy akkor te is visszacsókolnád, igen. De akkor én biztos, hogy nekem nagyon jó lesne, mint nőnek, ha az lennék, de nem vagyok. A Zámbó Krisztián és a Norbi hangja között nincs ne valami hasonló? Nem azért, nem a Norbit bántom, hanem egyszerűen a Krisztián ugye hasonló hangi adottságokkal indult el az X-faktorban tavaly, de hogy nem kicsit Krisztiános egyébként? Hát van benne valami. Mondod, igen. Van benne. Na figyelj meg. Én azért meghallgatnám a Norbival a Golden Eye-t. Jó, oké. Okay. Jó, megkapod. Na most csak azért, mert azért nagyon sok ilyen köd van az utakon, inkább álljatok félre, jó? Tehát keresetek egy biztonságos helyet, mert ebből baj lesz. Na figyelj. Azt mondja, hogy... Nézd le rám azt. Nem, hogy mennyire hasonlít a hangja. Ne. Oh, hogy imádom. Már borsozik látom. Serious faction on the water. Or the darkness. In the dust. Ez már Zámbó Krisztián. Hasonlít a Norbi az hangja, csak a Norbi nem indul énekes versenyen. A magas hangokat várom. Ez kicsit. Picit más. Ki a kakuk tojás vajon? Melyik a Krisztián? Figyelj. On the way and I feel his breath. Golden night, time for sweetness. Yes. Golden night, you want to bleed. Golden night, time for sweetness. But a bitter kiss we bring him to me. Golden night. Yeah, you're right, it's too good. Kina állandóan bezavar. Az a baj, hogy most nem kéne ide, igen, miért össze van keverve. A tiszta hangok, hogy jönnek már ide? Igen. Bizony Tina Turner. Jön a Krisztián, figyelj. Hallgatok.
nem, a Norbi jobb. Az a durva, hogy a Norbi jobban énekel. Nekem a Norbi hiteles. És mit szerint rumba? Én már nem is emlékeztem, hogy ez ennyire jó volt. Aha. Na jó, és itt már Tina Turner. Oké. Ez csak egy ilyen kis hasonlóság. De az a durva, hogy a Norbi jobb. Ez most a Norbi tisztában énekel, mint a Krisztián. Igen, nem? Igen. De most nem is, ez nem is egy énekverseny, tehát nem is ezért csinálta nyilván. Még nem is ezt kell nézni. Mert a Norbi nem ez a vendéglátós vonal. Tehát, hogy nála itt nagyon érzem azt, hogy tényleg a szíve lelke benne van. Tehát, hogy így tényleg van érzelmi alapja, érzelme töltet a dolognak, és ettől jó, ettől működik. Igen. A másik fel az... Már izé. A szerelmet érzed benne, meg a szeretetet. Így van. Hogy és itt legalább a Norbi esetében, itt az, hogy néha elbicsaklik a hangja, meg hogy nem, nincs minden a helyén, az annak tudható, hogy elérzékeny. Persze, persze. Nézte közben a klipet, amit összerakott, és a családi fotó. Remek összeállal azért nem egyszerű. Meg nem, itt nem is az ének tudásról van szó, hogy a kettőjük hangfrekvenciáját, vagy hangját hasonlítottuk össze, de nem kell jól énekelni a Norbinak ahhoz, hogy mit, ami ez most működjön, vagy elég a meghatódjon, csak érdekes volt, hogy tényleg hasonlít egymás az a hang, vagy a két hang, de effektíve jobban énekel a Norbi. És Norbi nem akarja főállásban tolni, vagy legalábbis nehéz. Igen, hát szerintem erről már Krisztiánt is sikerült lebeszélni, nem? Vagy ő még mindig hisz ebben? Szerintem igen. Tényleg? Persze. Így van. Na, a romantika nagykövete itt van velünk? Itt velünk, már itt. Az az ember, akit most a férfiak utálnak, a nők imádnak? Aki kiborította Kozsót a trónjából. Igen. Norbi, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt mindenkinek, kellemes hírbontás. Hello, Norbi. Tudtad, hogy hasonlít a hangod az Ámbó Krisztiánhoz? Hallgattam az adást, én azt gondolom, hogy... Te jobb vagy, az a durva. Hogy nem, mert én tényleg jobb vagyok. Tehát én most meghallgattam, és úgy érzem, hogy nekem lépéseket kell tennem a zenei pálya irányába, hogyha... Mert tényleg egy fokkal jobb voltam, bár egyébként ne kell mondjam nektek, hogy a vadonyait ki kell javítanom, mert ez nem az Aucsilla és a Szolnoki Péternek a dala. Ezt nem is mondta senki. Nem, hát a Szolnokit mondtuk. Ez nem egy duett. Ez a Kolornak a dala, és persze, az nem volt nem. Duett. Csak utána Szolnokiék dolgozták ezt fel, persze. Ráadásul a Feri mondta. A Bárány Attila ezt a dalat nekem rendesen fölzenéltette, tehát és gitára megcsináltatta ezt a dalat nekem külön. És elmentem egy nagyon rangos stúdióban, most nem mondom a nevét. Rangos? De nagyon rangos. Bár rambosok, hogy kibírták. És hát nagyon szenvedtem azt a léneklésre, megmondom őszintén. Olyan három és fél órát. Ezt nem sikerült leplezni. Norbi, te ha nem akkor szenvedtél, akkor miért tetted fel a netre utána? Na elmondom a sztorit, ott énekeltem. Olyan 28-tól fölénekeltem, és hát végre azért összejött tisztán, áttisztálsz arra küldhetően ez a dal. És akkor mondtam a hangtechnikusnak, hogy hát elnést kérek tőle, és például a családjától is, hogy őt elrabolom, és itt kell szenvedni. De azt mondta, hogy ne aggódjak, azt mondja, a hivatalos énekesek hamisságában nem vagyok a top 10-ben. Tehát aki ott dolgozik, ennek én nagyon megörültem, és akkor tényleg óriási erőt kaptam, hogy ezt föl tudjam énekelni. És a Rékának ezt teljesen diszkréten négy szem között játszottam le, abban a kórteremben, ahol két hónapig voltam, mert arra jártunk egy kontrollvizsgálaton, és hát mondom, figyelj már, mondom, nézzük meg, van-e a kórteremben valaki, mondom, hát megleptek, mondom, milyen érzés újra ott bent lenni. Mondta, nem menjünk, mert ő ezt nem bírja. Igen, kicsit bizarr látogatás ez így, igen. Bizarr látogatás, én persze előtte leszerveztem, hogy a kórtem arra pár órát tényleg üres legyen, mert csak egy-egyes kórtem. Kitolattad a beteget, Norbi? Persze, lekapcsolom a műtét. Egy kisebb készpénzösszeget kitolattad a beteget, nem számít a meglepetés, igen. Leküldtem a büfébe. Ne, hát a saját érdekükben, nagyon rosszabb, hogy az államot. És tettem az ágyba egy csukor rózsát, és beléptünk, Réka meglátta, láttam, hogy teljesen kiborul, és elkezdtem a dalt játszani. És ez így történt, hát óriási sírás, meg öröm lett a vége. Réka, de tényleg nagyon megtörtök akkor valami, hát lehet, hogy ez a hamis hangom miatt volt, én nem tudom. Hát lehet, hogy fájdalmában sírt, Norbi, csak... Lehet, hogy fájdalmában sírt, tényleg volt egy pontja olyan, hogy annyira sírt, hogy tényleg aztán, hogy orvos kell hívnom, vagy kell mondjuk nyugtató, mert nagyon kiborult. Aztán utána óriási volt a szellem, és utána két napig gondolkodtam, és úgy voltam, mondom,
Hát már ott úgy sikerült kezelni. Az egész nagyobb egy kórházi ágyban, igen, vagy egy kórházi szobát teleszórni szirmokkal és ott romantikázni, de egy maga az ötlet az helyes. És egy lefüggönyzött sarokban ott volt a Bárány Attila is ott volt. A zenei alapban. Nem, a Bárány Attila a stúdióban volt, ha nincs a Bárány, akkor ez, tényleg ez nem jött volna létre, mert sokat segített nekem, mutatta, hogy hol kell belépni, a ritmust, a magasságot, hogy kell hallítanom, szóval a Bárány az nagyon profi ebben az egészben. Egy ilyen bénából belőlem ki tud hozni egy ilyen. Mennyi idő alatt énekelted föl, Norbi? Olyan három óra volt. Három órát próbálkoztam a stúdióhoz, megszokjam a szöveget. De miért nem maradtál még egy órát? Hát igen, kellett volna még egy óra. Igazából ugye, én nekem az a szlogenám, hogy egy szerenád akkor is jó, ha szar. Tehát alapvetően azt tudom... Ezt a szlogent tökéletesen alátámasztja a klip. Így van, így van. Figyelj, a gesztus a lényeg nyilván. A cél a szándék. Viszont egyébként a hozzászólásokat nem én tiltottam, mert szerintem az adminisztrátor, én is megvetődtem rajta, valószínű, hogy csúnyákat anyáztak, úgyhogy... Hát valószínű nézd itt a palik azok, akik ezen kiborulnak, hogy jó, milyen langyi, meg nyálas, meg jaj, meg miért énekel egy palik közül, meg a nők gondolom olvadoznak, mert közben titkon nyilván minden nő erre vágyik, hogy kicsit a palia meglepje egyszer, vagy romantikus legyen, vagy legalább egyszer, mit tudom én, valamivel kedveskedjen neki. Tehát erre a nők azért vágynak, csak sokszor a pasik nem teszik meg. Tehát akik utáltak, gondolom inkább a palik azok, akik beszóltak, vagy beszólogattak volna. Én egyébként kíváncsi is voltam a megosztásom után, hogy mi lesznek erre a reflexiók. És tényleg az volt, hogy mondjuk 98%-ban nők szóltak hozzá, azok tényleg el voltak, olyan nagyon aranyosak voltak. Egy-két férfi szólt hozzá, hát az tényleg az, hogy ilyen penetrálásod, de szerintem ez csak irítség, mert nekik ez nem jutott eszébe, vagy nincs hozzá bátorságuk. Nagyon cuki ez egyébként, csak hát persze nem vagy énekes, de hogyha kíváncsi voltál a hozzászólásokra, meg a véleményekre, akkor miért voltak letiltva a kommentek? A legnagyobb. Nem tiltottam le, van nekünk egy mozgáskorlátozott adminunk, aki ilyen napban dolgozik, és szerintem önállóan hozott egy ilyen döntés, hogy letiltotta. Lehet, hogy bántotta a női önérzetét, hogy nem tudom, lehet, hogy bántotta. Nem én voltam, ezt becsültem a végére, hogy én bírom a beszólásokat, megszoktam mások év alatt. Nincs is más választásod, Norbi. Na jó van, de maga a dal meg az, hogy romantikus, az egy helyes dolog, tehát ezzel nincs baj. Norbi, hát te lettél a romantika nagykövete. Kozsó már a kanyarban nincs. Jó munkát neked. Már nő a tincsem itt elő, kicsit ősz, de küzdök vele, úgyhogy én örülök. És az is kell egy ilyen szerintem megosztani az embereket, főleg, hogy kíváncsiak arra, hogy éppen mit csinálunk. Mert azt gondolom, hogy hátra utána más férfiak is bátorságot kapnak, és a drágájuknak adnak egy szerelmet, és sokkal több boldog házasság lesz Magyarországon. Most már tényleg kinyírtad Kozsót. Vége, most Szepukut követem ott az India jelmezben valahol, nem Szödligetem, vagy hol lakik. Igen. De Norbi, ugye az Attila már dolgozik a Klubmixen. Lesz egy Bárány Jován Lauer Klubmix DJ Spiggy Boy-jal. Azon nem dolgozni, de egyébként képzeld el, hogy engem már évek óta unszol a nagy duett, hogy menjek énekelni, és évek óta nem tettem meg, és most kezdek elég bátorságot érezni. Ne, Norbi, állj ellen nyugodtan, állj ellen. Kíváncsi voltam, ez csak egy perc volt, jó Anna? Ne higgyel mindent, amit a TV2 mond neked, Norbi, állj ellen nyugodtan, nem kell ezt erőltetni. Norbi, köszönjük neked, ciao, vigyázz magadra. Putila, hello, Norbi, ciao. Na jó, akkor kutassuk le hallgatóink között, hogy vannak-e még romantikus férfiak, jó? Írjanak nekünk párkapcsolatban élő nők, hogy mi volt az utolsó, ha volt egyáltalán ilyen, amiből a paliuk meglepte őket. Ha 10 éve semmi, akkor azt is írjátok meg nekem, hogy 10 éve házasság vagy nekünk, hogy 10 éve házasságban élek, egy rózsát nem hozott még. Ha minden héten csinálja, majd minden hétvégén, akkor azt küldjétek el. Nézzük meg, hogy maradt-e még romantika a férfiakban. Csinálnak-e még ilyet a férfiak? Hogy előre engedik a nőt az ajtó, már az inkább udvariasság, nem? Hát ez nem, az kevésbé a romantika. Meg akarják nézni a figyelmesség is. Figyelmesség. De hogy azok, akik párkapcsolatban élnek, mikor énekelt nekik egy szál, mint ormányos boxer alsóban a párjuk, a fürdőkádban,
Azt mondta. Aha, na, szép gondolom. Jó, hát ezt előrátottam én is egy képet a családi életünkből. Na, ez szép románikus. Ez a romcsi. Mi olyan ormányos alsógatyám van, hogy én is elsírnám magam, ha meglátnálok benne. Nem lenne időd, mert ellené foglalva a habfürdővel, amit készítettem neked. Ja. De te csak a rózsaszirmokat kéne követned, hogy betaláljál a fürdőszobában. Vigyázz, cápa, cápa! Jó, tehát nézzük meg akkor, hogy mennyire romantikusak hazánk férfiai. Ki mit kapott utoljára? Jó, az ő párjától. Ha nem kapott semmit, tényleg azt is nyugodtan küldjetek el, hogy gyerekek 20 éve eddig semmi. Csak hogy nagyjából tudjunk egy átlagot vonni. Kamuzni, lódítani, hazudni azért, hogy szebb képben tetszelegjenek a férfiak, nem ér. Jó, SMS számunk 06 70 645 00 00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Meghatottál. Norbi dalon. Hát, többször meghallgattam. Mm. Nagyon kedvelem. Igen. Hát, meg azért szomorodott meg el, a Golden Eye-t is persze. Mert a közelben most minden stúdió foglalt már. Ami ott a Norbi ugye feltette, gyakorlatilag mindenki akar csinálni, és lehet, hogy nem tudja felénekelni karácsonyig a Vikinek. Hanvas Viktor megcsinálja itt nekem. Meg? De egyébként tényleg. De a Golden Eye-t? Hát ha azt akarod énekelni, akkor azt. Szeretnéd? Szívem. De magyarul. Nem, így angolul, hogy a Tina Turner. Meg a Gerard Christian. Igen, arra hiszem. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy mennyire van még a pasikban romantika, vagy romantikára való hajlam. Meg hogy a nők hogy állnak ehhez hozzá, hogy akarják-e egyáltalán? Na, szerintem biztos. Akarják, szerintem igen. Biztos, szerintem igen, csak ugye nem mondják fel egy idő után, mert nem zaklatják ezzel a párjukat, de szerintem igen. Aha. Ennek a legtöbb nő örül, nem? Tehát ismersz olyan nőt, aki ilyenek nem örül? Nem nagyon. Maximum nem mondja azért, hogy a párja ne érezze magát kellemetlen, hogy ő nem olyan. Na. De szerintem a legtöbb nő azért szereti ezeket a kis romantikus meglepetéseket, nem? Vagy hülyeség? Nem, mondom? Nem, szerintem. Hát, valószínűleg fel is meg tudja ezt erősíteni. A mostanában azok közül, a nők közül, akiket mondjuk így megtaláltál egy szerelmi vallomással, volt olyan, aki igaz? Az mindegyik örült, igaz? Ha énekeltem, ha verseltem, akkor is. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink. Ugye arra kértük őket, hogy írják meg, hogy a párjuk mikor volt utoljára romantikus. Hmm. Ha nem, az is jó. De hát itt most ilyen nem jött, csak olyan, hogy ki hogyan kényeztette az ő párját. Nézzük egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy a párom egy nyári főzésén elgitározta és elénekelte azt a számot, amit mindketten szeretünk, ráadásul a barátaink előtt. Hmm. Az bevállalós. Az bevállalós. Melyik volt ez a szám? Azt nem írta meg? Azt nem. Tökre kíváncsi lennék. Egyrészt tippeket adtok, másrészt meg érdekes. Már mire adnak tippeket? Fogsz egy gitárt és te is eltolod? Vagy mire kérsz te tippeket? Úgy ismerlek. Hogy kérdezhetsz ilyet, mikor úgyis tudod, hogy igen a válasz. egy Metallica dal. Tudom, ismerlek, tudom, hogy nem bírod ki Szentestéig, decemberben minden este zenélsz és énekelsz karácsonyig. Tehát mondod, hogy már decemberben sohajtozol, hogy olyan messze van még az a Szenteste. Inkább hagyj énekeljek neked ma is egyet. Ugye ezt így csinálod? És most hallgass meg szívem egy dalt. Az Aurora zenekar, Bák és Gangsterek című album. Aztán jön a Szodom. Igen. 4 hónapja együtt egy csodás verset írt nekem, nagyon meghatott, ilyet még soha nem kaptam, szívből jött, rólunk, ami boldogságunkról szólt. Bogyi küldte ezt nekünk. 12 év és egy gyerek után most egy aranynyakéket kaptam, azt mondta, még mindig szerelmes belém, egyébként ez karácsonyi ajándék lett volna, de azt mondja, nem tud tovább várni az ajándékozásra. Kati és Miki Szegedről. Hát ott vannak még romantikus férfiak. Én már kaptam csak nekem írt dalt előadva, mellette gitározott a srác, verseket rengeteget, szerelmes leveleket, rózsákat, gyertyafényes, rózsaszírmos vacsit, mindenfélét. A mostani párom egyiket se csinálja, nem az a fajta, aki olvadozik, csöpök, hogy mennyire szeret. Pont ezért szeretem őt igazán. Aha. A többit mind elküldtem, mert nyálasak voltak. Pedig a tenyerükön hordoztak volna. De onnantól, hogy olvadozni kezdenek, kiábrándulok. Kb. 2-3 hétig bírtam az ilyenekkel. Aha, na akkor itt az ellenpélda. 8 potenciális udvarló közül az egyetlen nem romantikus fajtába szerettem bele egy éve, írja Szandi. Mostanában a legromantikusabb az volt, így egy másik hallgató, hogy megnézte velem a szextippek csajoknak. És utána én választhattam, hogy mit akarok kipróbálni. Hát ez mondjuk szép. Jó. Igen. Kicsit magadnak is adsz kategória. Igen. Sziasztok, romantika. Nekem a feleségemmel akkor kezdődtek a problémák, amikor mindenáron rajta akart lenni az esküvői képeken. Azt mondja, hogy gyertyafényes vacsorák, sokszor borítja az egész lakás gyertyafénybe, és sokszor kapok apró szerelmes üzeneteket levél formájában.
Ma szerintetek több nő bólogat, hogy az enyém is ilyen, vagy több nő irítkedik, hogy de jó az övé olyan? Hm? Igen? Aha. Hát erre az esküvői fotósra például egész biztos. Szerintem igen. Valami, nagyon fontos. Nem, mi igen. Vagy hogy irítkedik most a legtöbb nő, aki hal minket mondjuk kocsiban, vagy bögdösi a párját, hogy te miért nem vagy ilyen? Hát ez mind a ez ugyanaz. Nem. Hát irigykedik, és közben bögdösi. Ja, igen. Nem, tehát azt mondja, hogy az bologat, hogy az enyém is ilyen, vagy irigykedik, hogy, hogy az övé miért nem ilyen. Szerintem irigykedik. Irigykedik inkább? Titkon minden nő hisz abban, bízik abban, hogy előbb-utóbb a párjának, ha eddig még nem, akkor előbb vagy utóbb így előkerül ez a romantikus énje. Én is, akármennyire is nem hiszitek el, én is időnként meg szoktam lepni. Na, ilyen kedves romantikus ajándékokkal. Mónit például most megleptem egy fogszabályzóval, de sajnos észrevettem, amikor a szájába rakták. És pedig annyira vártam. Annyira vártam, hogy meglepetés legyen, hogy örüljön neki, hogy együtt bonthassuk ki a száját, de... Na tessék, Juli, mikor volt utoljára romantikus a párod? Mesélj valami. Egyáltalán inkább azt, hogy most irigykedsz, vagy te is azt mondtad, hogy igen, ilyenek a palik? Hm? Ilyenek a palik, és az, az igazság, hogy én azt mondta a férjem, hogy én vagyok minden romantikus férj rémáma. Na, ugyanis a kapcsolatunk hajnalán ő csinált ilyeneket, hogy gyertyafénybe árasztotta a lakást, meg körbeszórta a virággal az ágyat. Az nem azért, hogy mi ez aztán itt, mi? Igen. De téged várt, vagy valaki más? Állítólag engem várt. Nem mindegy, ugye? Nem fizetett be megint a rohadt cseket, az elmúlt lecsapta. Már megint ilyen korán itthon vagy, édesem? Többet ilyet nem fog csinálni, mert hogy én nem úgy reagáltam, ahogy erre reagálni kell. Ugye nem hajoltál el és fújtad el a gyertyákat, mert annál kiábranítod, hogy csupa viasz lesz itt a szőnyem. Teszem hozzá egyébként, én ilyet soha nem mondtam neki, de én ezen sokszor gondolkodtam, hogyha ő most behinti a selyemdem azt ágyneműt rózsaszírommal, és én ráfekszem arra, és neki dörgöl, akkor ki lehet-e hozni majd a foltot? Na látod, így legyen romantikus egy férfi. Na látod, így tegyük nektek tele rózsaszírommal az ágyat, miközben te fogod a porcivot és fölporcivozod. Nem, én nagyon boldog voltam, hogy ott van a gyertyafény, meg minden, de hogy, és én ezt nagyon megköszönöm. Hát így praktikusan gondolkodó háziasszony vagy. De én nem tudom, mi hogyan kellett volna erre én nekem reagálnom. Behozni hajszerítőt, mert hogy az a felmelegíted a viaszt. Fogja a fejét, mert önállunk ez rendszeres. Nem azért. Bemész a hálószobába, felveszed a kis helyes kis szettedet, azt mondod, drágám, mindjárt jövök, és egy ilyen boával a nyakadba de szépen elnyúlsz a francia, és azt mondod, gyere! Kimész, megborotválkozol. Igen, tényleg azt mondod, hogy csinálj velem ott, ahol akarsz. Hát, de azt sem mondtad neki, hogy jaj, de cuki vagy. Dehogy nem. Tehát nehogy azt gondolt, hogy félrelöktem, leültem az asztalhoz, bezabáltam a vacsorát, azt mondtam, most foci, Barcelona! Bementél. Nem erről van szó. És megkérdezted, mi a szar ez, namaszt? Sőt, én, hogyha ilyesmit kapok, én tökre zavarba jövök tőle. Tehát én biztos, hogy nem álltam ott plépofával, de a férjem azt mondta, hogy én nem estem ettől a történettől annyira hanyat, mint elvárható lett volna. Uh-huh. Hát valószínűleg annyira zavarba voltál, nem? Hogy inkább... Valószínűleg álltam, mint egy hülye is vigyorogtam, és nagyon szépen megköszöntem sokszor, de hogy... Tehát tényleg el tudom képzelni, hogy egyébként vannak azok a nők, akiknek így kiréved így a szeme, és akkor így ülnek, és azt mondjuk... Nem hiszem el, hogy ez velem megtörtént. Kértek jól hozzá. Én az egész lakás. Hívd már ki a tűzoltókat. Én ezt nagyon megköszönöm, és hogyha egyébként a férjem nekem hoz egy szál virágot, én azt is nagyon szépen megköszönöm. Nem, te az a típus vagy, akinek a virágot hoznak, akkor megkérdezik, hogy na mit csináltál? Na mi van, megcsaltál? Megint megtörted a kocsit? Igen, mit csináltál? Megint nő van? De ha nekem nem hoz, akkor egyébként akkor sincsen gond, de azért ti nők ezt igénylitek, nem? De akkor mit? Akkor mit igényel? Minek örülsz igazán? Akkor mitől dobnád magad hanyat? Érted, ugye? Én 10 éve vagyok együtt a férjemmel, engem ő minden nap felhív csak azért, hogy azt mondja, hogy jaj, de szeretlek. Vagy ha elmegy mellettem, Istenem, akkor megsimogatja a karomat vagy a hátamat. Nekem ez sokkal többet jelent, mint hogy most felviaszol az egész lakást, ami egyébként rácsöpög a földre, és utána hogy fogom felvakarni. Ilyet belőled. És mit mondasz, hogy szia, szeretlek, és leteszi? Nem, hát csak azért hívtalak fel, hogy mi van veled. Jól vagyok, köszönöm. Na, csak annyit akarok mondani, nagyon szeretlek. És na jó, mert megyek, mert oda kap a rántás. De ez cuki. Ez tök cuki. Én úgy érzem, hogy nekem nincsen szükségem ilyen nagy dolgokra. Nekem ez egy picit szimpadias. Én nem nagyon tudok mit kezdeni ezekkel a szituációkkal. De mit tudom, ha bemennél, és meg lenne engedve a fürdővíz, rózsaszirmok vezetnének a fürdőszobáig, és egy nagy, meleg habfürdő szólna, vagy lenne a kedvenc zenét szólna, és égnének a gyertyák, leengednéd a vizet, elfújnád a gyertyákat, és kiszelőztetnél, vagy mit csinálnál? Ne gondold már azt, hogy én valami, nem tudom, valami
zombi vagyok. Nem erről van szó. Én ezt nagyon értékelem, és félre ne is, tehát nem arról van szó, hogy én bemegyek, felkapcsolom a lámpát, elfújom a gyertyákat, és azt mondom, hogy akkor vacsorázunk. Ne, aki a zenét is felhúzod a redőny. Én ennek nagyon örülök, csak valószínű, hogy azt érzi rajtam a férjem, hogy ha ez nincsen, én akkor is ugyanannyira tudom őt értékelni, és mivel az elején rengeteg energiát fektett ilyesmibe, és nem, hogy is mondjam, nem dobtam tőle akkora hátast, mint amekkorát ő azt hiszem, hogy elvárt volna, vagy szeretett volna, ezért mostanában ezt már nem csinálja. De ugye nem is éri meg. Nem, neked akkor nem is éri meg egyébként. Igen. De nem, Istenem, most mi lett belőle? De nem örülnél meg. Nagyon örülök neki, és hogyha hoz nekem avonta egy szálvirágot, annak is nagyon-nagyon örülök, és nagyon megköszönöm. Valahogy nekem, ez a szálvirág is aranyos, de azért nekem ez a felszorom virággal, ott vannak a gyertyák, ott ülök egy labor forró vízben, gyere bújj ide mellém, kategóriáz nekem. Jó, de alattad ott vannak a farmerok, amiket azért ugyanakkor taposol is. Tehát te úgy fürdenél a Mónikával egy kád vízbe, hogy azért ott közben zoknik lennének alattatok, amiket ki kell taposni, igen. Mert hát neked virággal lesz szórni a földet, csak megkéred a virágot, hogy feküdjön le, nem? Igen, ezek egyébként megédesítik a dolgokat, meg sokkal szebb lesz, meg varázslatosabb lesz minden, de én úgy látszik egy túlságosan jó, Júli, nem kell mentek ezzel, lelkedmény férfi vagy, nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Ami után jön, ezt viszont szereted. Azt igen. Na, hát akkor szépen alszanak. Ja, igen. Mindenki korán lefeszik alul. Összesöpörik a szirmokat, és utána megyünk aludni. Igen. Egy kis csoki fincsi vacsi szexi Luci Dalikámnak, és csoda történt, forró, szinte vákumos csókok, megagik a szexélmény és romantika, innen is üdvözlöm Ödön. Ez nagyon jó. Hallottad? Forró fűtő csoki, és vákumos szívás van a végén. Vákumos szexélmény. Ödönig elvarázsolt ez az SMS. Na jó van, oké. De mondhatni azért itt az SMS fal alapján, hogy a legtöbb pasi azért erre még képes. Nagyon sok női hallgatónk írt, akik azt mondják, hogy romantika, virág, gyertya, vacsora, szex. Tehát, hogy azért ez sok pasi csinálja, nincs még kihaló félben a romantika. Hmm. Nem? Ez egy jó dolog. És mindezt kiindította el. Indul a reggel, és kibet az ágy, ha már a csap felett hapszik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad, valami felrász, magához húz, lehet már korelök, vagy egy hiányhúz, tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Klassz FM Morning Show, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.